üdvözlöm a kedves megjelenteket. Azt szeretném tájékoztatásuk közölni, hogy még egy 20-25 ember van ki, őket még megvárjuk, és utána ütöntjük. Köszönöm szépen. Nagy öröm számunkra, hogy megtelt ez a terem. Azt gondolom, hogy ez egy jó létszám. 400 fő, nem feltétlenül akarunk még nagyobb rendezvényeket, meg sportcsarnokot, de az jó, hogy ennyien össze tudunk jönni ezügyben, ilyen hasznos ügyben, amikor a gyerekeinkről van szó. Nem tudom, hogy mennyire bíznak a mai egészségükben. Kezdet fel, akik nagyon bíznak. Jó. Hát nem csinálok ellen próbát. Szóval azt gondolom, hogy mindaz, ami az elmúlt 3,5 évben történt, az sajnos nagyon lejáratta az egészségügyet, az orvosokat. Rengeteg mindenben megingott a bizalmunk, és most tulajdonképpen nincsen más dolgunk, mint hogy sorra szedjük, hogy miben nem bízunk már. Bízunk-e a gyógyszerekben, bízunk-e más oltásokban, bízunk-e a bent lévő orvosokban, azokban a módszertani anyagokban, amelyet a senki által meg nem választott egészségügyi világszervezet ad az orvosok számára, mint instrukció vagy irányelv. Mondják, hogy csak javaslat egyelőre, de valójában rendkívüli szolgalelkűséggel próbálják magukat tartani ezekhez az irányelvekhez. Szóval eltelt több mint 2 év, amióta ezek az oltások mennek. Akkor kérem, hogy közben induljon az én anyagom. Melyik felhívás? Jó, maradhat egy pillanat, amíg. Szóval 2,5 év eltelt, és azt látjuk, hogy nem csökken a mellékhatásoknak a száma, hanem inkább növekszik. De nagyon rafináltan vannak ezek az injekciók elkészítve, mert ugye már az 1 hetes haláleseteket se tartották számon, tehát aki 1 héten belül meghalt, vagy 2 nap múlva meghalt, arról se jelentette ki senki, hogy hát oltást kapott és azért halt meg. Sőt, elszámolták a Covid oldalon, tehát hogy a Covid fertőzéstől halt meg, ami nyilvánvalóan egy hazugság. Egyébként a videó, ami az én számunkérésemről, büntető tárgyalásról készült, az fönn van már az interneten, hogyha valaki szeretné meghallgatni, vagy megnézni. Azért mondom ezt most, mert erről is szó van a hivatkozásaimban, amikor beszélek. Tehát egyáltalán nem tartották számon a sérültek, a betegek számát. És a hosszabb idő, tehát az úgynevezett, ahogy ők nevezik, post-covid betegek, ami valójában nem post-covid, hanem post-vak, vagyis post-vakcina betegek, azokról pedig végképp nagyon nehéz ugye bizonyítani, hogy a vakcinától lett ez a károsodás, pedig attól, hiszen életerős fiatalemberek, életerős középkorúak halnak meg. Azt tudjuk, hogy az első áldozat az az idős ember volt. Tehát azért oltották az időseket, hogy azok minél hamarabb elmenjenek. És ezt sajnos azt nem lehet tagadni, mert semmi más oka vagy értelme nincsen. Hiszen védeni nem véd, az átadás nem védi. Maga a Pfizer vallotta meg ugye az Európai Parlamentben, hogy semmiféle vizsgálatot nem végeztek arra, hogy valójában az átadás csökkenti-e vagy sem. Úgyhogy egy picit beszélni kell erről a post-covidról. Hagyj vissza! Egyet! Beszélni kell erről a post-vakról, és az a baj, hogy nagyon kevés a tudományos értékű adatunk. Ugye ők a saját oldalukon áltudomány révén mindenféle hamis információkat terjesztettek a propagandájukban, de valós publikált adatok nagyon kevés van, mert minden sarkon, minden ponton ott voltak, hogy ellenőrizzék, nehogy bekerüljön már valami valós információ. Úgyhogy, de azért az idő az nekünk dolgozik,
egyre több adat kerül nyilvánosságra, egyre nagyobb sebességgel haladnak a bukás felé, meg kell mondani, mert egyszerűen ez nem, ennek nem lehet más vége. Ahogy Frédi barátunk mondta mindig, ha elkezdenek hazudni, akkor egyre nagyobbakat kell hazudni ahhoz, hogy fenntartsák a látszatát annak, hogy valami igazat mondanak. Tehát tudományosan publikált adatokra van szükség, és ezt elindítjuk. Keressük azokat a forrásokat, akik segítenek nekünk ebben, bármi módon, akár úgy, hogy egy szakember, egy tudós, akár úgy, hogy szorgalmasan, annyi szorgalommal böngészi a birodalmat és összeszedi a témánként a legfontosabb dolgokat. Egyáltalán tisztázni kellene, hogy mik a témakörök, ugye? Tehát például én abban a videóban, hogyha valaki majd megnézze, akkor láthatják, hogy szóltam az oltásokról, szóltam a maszkokról, szóltam a járványról, meg a vírusról. Ezekben minden fals propagandát terjesztettek. Tehát ezeket a témakoroket össze kell szedni. Saját élmények megfigyelésekre is szükség van, bár az nem direktve tudomány, de mégiscsak nagyon sok adat egyfelé mutat, akkor annak is van értéke. Gondoljunk csak a 2000 sportolóra, akinek az adatai fönt vannak már az interneten, hogy 2000 sportoló így hirtelen meghallja magát a sportesemény közepette. Hát ez nem normális dolog, ilyen nem volt a világban soha. Saját magyar vizsgálatokra is szükség van, gyűjtésekre. A tudománytalanságokat is gyűjtenünk kell, mert nagyon sok mindenben csalnak. Szélhámoskodások, csúsztatások, mindenféle hamis adatok azok, amivel visszaélnek. Hajtsunk? Nincs ott senki. Na tehát ugye csak ilyen átvételes és általuk mindig megkérdőjelezett információk vannak, például ez a Walras nevű amerikai adatbázis, ahol azok viszonylag tömegesen jelentik le a mellékhatásokat. Tehát ez az utolsó időpont október 27-ig, amikor én kigyűjtöttem, ugye nagy latenciával frissítik. Tehát itt 36.500 halálos eset volt, amit bejelentettek az emberek. Természetesen ők azt mondják, hogy ez nem bizonyíték, mert nincs direkt összefüggés a oltás és e között. Hát erre játszanak. Tehát ez a trükk, ez a kiskapu, hogy hát ez nem közvetlenül bizonyítja, de hát mégiscsak. Hát azért 36.000 ember meghal egy ilyen oltási kampány után, és mindegyik azt mondja, hogy ennek köze volt az oltáshoz, akkor az valószínűleg nem véletlen. És ugye 211.000 kórházi kezelés, meg 152.000 súlyos mellékhatás, hagyjuk tovább. És nagyon fontos tudni, hogy van ez az URF, ez az Under Reporting Factor, ez azt jelenti, hogy ami bekerül, az csak egy töredéke a valós számnak. És erre tudományos vizsgálatokat végeztek, és pontosan kiderítették, hogy ez 1-10% között van, vagyis legalább 10-zel, inkább 100-zal kell megszorozni ezt a számot. Tehát ha 36.000 halott van, az legalább 360.000 csak az Egyesült Államokban, és ugyanilyen számok vannak az Európai Unióban, meg sokfelé másfelé is. Tehát ezek az adatok is fontosak számunkra, ezeket is gyűjteni kell, de kell, hogy valami módon hozzáférjünk, hogy elkezdjük a hazai adatokat. Erre szolgál ugye a Stregova SZ-nek ez a videós, illetve hangfelvételes kampánya, amikor is arra biztatom mindenkit, hogy vallja meg, hogy mi történt ő vele, a családjával, a nagymamával, bárkivel, mert ha nem állunk fel, akkor ugyanezt el fogják velünk újrajátszani. Menjünk tovább. És ugye mindenféle adatok vannak, ugye ez például azt mutatja, hogy több halálesetet okozott a Nagy-Britanniában a Covid-oltás, mint az összes többi együttvére. Haladjunk tovább. Még? Igen, és akkor itt van egy ilyen időtábla. Ugye 2019-ben megtervezték, eljátszották New Yorkban az évek 240,
2020-ban csináltak egy nagy hype-ot, hogy itt a világ vége, és megjött a nagy vírus, és mindenki meg fog halni, aminek töredékesebb volt igaz, és járványt játszottak, közben nem volt valós járvány. 2021-ben ugye elkezdték az oltásokat, és itt már lehetett látni a rövid távú mellékhatásokat. 22-ben megjelenik ez az úgynevezett hosszú távú post-vac szindróma, ami azt jelenti, hogy utólag beoltották tavaly, és az idén elkezd valami megjelenni. És most 23-ban mégis sokkal több van. Sokkal több mellékhatás jelentkezik. Sajnos sokan nem is tudják, hogy ők azért betegek, mert beoltatták magukat. És a 24-ben ez biztos, hogy folytatódni fog, hogy a szakemberek előre megmondták. Ezek az én saját praxisomnak néhány adata. Láthatjuk, hogy a legtöbb mellékhatás az az idegrendszeri, aztán a fájdalmak, daganatok, a krónikus fáradtság, bőrbetegségek, és így tovább rengetegféle, mert mindig azt rontja, ami menjünk, mindig azt rontja, ami már eleve megvolt. És ez a saját praxisomnak szintén az adata, 2021-ben 146 oltott betegem volt, aki oltás után jelentkezett, 2022-ben már 319, az idén eddig 396. És ez úgy tűnik, hogy folyamatosan halad előre. Mi mindent tapasztalok, a életerős, több munkahelyjel, pörgő ember, aztán egyszer csak most hirtelen nem tud járni. Hirtelen romlás, néhány hónap alatt teljesen leesik a lábáról. Izületei, izmai, szalagjai, csonthártyája fáj, nem tud járni. Pedig egyébként úgy egészséges lehet. Vérnyomása beállíthatott, most beállíthatatlan. Hallása, látása az utóbbi fél egyikben 10-30%-ot romlott. A tumormarkereit, tehát a daganatokat jelző és az autoimmun betegséget jelző laborparaméterek, azok hirtelen pozitívá válnak és tartósan megmaradnak. Felborul a vérflórája, hasi panaszai, puffadása, nyálkás szétlete jelenik meg, soha nem volt ilyen neki. A D-dimer, ez egy ilyen speciális vérörösödést jelző paraméter, laborparaméter, a troponin T és az IL, az interleukin 6, ezek pozitívá válnak és esetleg hosszabb távon megmaradnak. Pajzsmirigyoldás okozódik. Menjünk tovább. Rákényszerítették az oltást 2021. októberben, fel akarta venni a sugárkezelést, nem már daganatos volt. Nem engedték a sugárkezeléshez, amíg be nem oltja magát. Beoltatta magát, jöttök a láttétek. Csak 10%-a megjelentek közül az, akinek nem látható összefüggés az oltás és a panasz között. Minden elkövetnek a konzervatív kollégák, hogy valamelyes eltüntessék a oltásnak a hatását. Mindent felsorolnak, hogy mi minden lehet a betegségbetegnek, csak azt nem írják oda, hogy hát a szerencsétlen beoltották háromszor. És úgy kell kisilabizálni. Magasak a gyulladásfaktorok, volt olyan, akinek a lábszára ödémás, kórházi dolgozóként kötelezték a harmadik oltásra, ilyen orpánc alakult ki a lábán, vörös volt mindenütt, egy csomó antibiotikumot adtak neki. Na és ez is egy fontos dolog, hogy egyre több gyógyszert adnak nekik. Attól egyre betegebbek lesznek, mert egyre több mellékhatása van, és egyre végtelenebb ugye az oltások révén ezekkel a gyógyszerekkel szemben. Nyilván egy szakrendelésre azt mondták neki, hogy limfödémás lett a lába. Aztán cukorbeteg. Metformint szedettek vele, tudjuk, hogy rosszabb a bélflórára, mint az antibiotikum. Menjünk tovább. Első oltás után felmegy a vérnyomás, a második után minden izzete begyullad, köszönt kialakul, kihújik a haja. Vastag bőrdaganat, a turbórák alakul ki. A turbórák az, hogy hirtelen megjelenik a daganat, és már nem is csak a daganat van, hanem már az összes átvét ott van egyszerre. És nagyon gyorsan halad, ilyen nem volt soha. Trombózisa, 80%-os elzárodás. Tüdő, embólia alakul ki belőle, leszakad egy darab, aztán vérhigított annak neki, és attól pedig súlyos hasi panaszai lesznek. Oltás után 2021. szeptember feldagadnak a lábai, 4 hónapig ez nem ment le,
utána prostatarákot kap, csontáttétek lesznek, májáttétek, prostatával oltás az egyre biopszia negatív volt, oltás után viszont pozitív, tehát daganatos már. Nyírókörbáltozások is vannak, tüdőembólia is lesz neki, fáradék vagy, súlyos fájdalom csillapítókat kell már kapjon, és egészen magasan vannak ezek a rossz lapadértékei. Hasmenés, láz, fáradékonyság, és így tovább. Jó, rövidítjük. Ja, még ezt pillanat, itt. Ez nagyon érdekes jelenség, picit meg visszakérdekes is. Nagyon érdekes jelenség, hogy a mikroszkópban én ilyen... A mikroszkópban... utána néztem, kinyíltam. Előre. Ez már kettő, egyet nem ér vissza. Előre kell. Ott igen. Szóval ilyen csöves képződmények keletkeznek. Most én így nagy nyilvánosság előtt nem mondom meg, hogy ez micsoda, ki lehet talán utána lehet nézni, rengeteg irodalma van most már az interneten. Ez sajnos biztos, hogy összefügg az oltás ügyel. Jó, most menjünk előre. Rengeteg esetet tudnék, ez csak körülbelül 30 hónap, amit átnéztem az utóbbi két hétből. Még menjünk tovább. Ja, nem, bocsánat. Vissza, igen. És akkor itt elmondom ezt a fiatalembert, 14 éves, aki október 6-án kapott egy hepatitis oltást, és akkor itt átérek arra, ami a mai témánk. És megkérdeztem, hogy ki bízik az egészségükben. Sajnos én magam már egyáltalán nem bízom ezekben már a gyerekkori oltásokban sem. Az a baj, hogy ugyanazok az emberek, ugyanazok a cégek csinálják ezeket az oltásokat, és ugyanannyira képesek bennünket átvágni, mint ahogy a Covid kapcsán átvágtak bennünket. Tehát elkerülhetetlen, hogy ezt az egészet újraértékeljük. És akkor itt elmondom ezt az esetet, hogy 2022. október 6-án kapott a fiú egy hepatitis oltást, aztán felsőbbrendű betegsége lett, hasmenései lettek, áprilisban megkapta a második hepatitis oltást, majd júliusban súlyos lefogyás miatt kórházba került. Nagyon magas volt a C-reaktánsa, indokolatlanul, nem lehetett tudni miért. Akkor a második hepatitis oltást kapta meg, vérszegénysége volt, Crohnnak vélték, és elkezdték immunálnak kezelni. Na és akkor itt van megint egy probléma, hogy leállítják ilyen súlyos gyógyszerekre, aminek súlyos mellékhatásai vannak, és eltűnik a felelős, ugye? Az orvos azt mondja, hogy a protokoll ezt mondja, hogy nem lehet leállítani. A szülő nem állíthatja le, mert akkor bíróság elé állítja. Én nem állíthatom le, mert hogy jövök én ahhoz, hogy a gyereket kezelem. És a gyerek végnélkül kapja, akkor ott már nem lenne rá szüksége, mert látható, hogy egy csomó mindent csináltunk, ugye? Életmódváltás, nagyon sok hasznos természetes anyagot kapott, lement a célja egyre, teljesen jól van, és csökkennek ezek a rossz autoimmun értékek is, és én magam is javulást látok, de érdekes módon őnek is volt a lévében ilyen csőszerű képződmény. Sok. Most, két nappal ezelőtt. Hogy vajon, hogy lehet ez? Ugye, hogy minden oltás után megjelenik egy ilyen csőszerű képződmény, és mindenkiben? Hát ezekről érdemes lamentálni, hogy csinálj szíves. És erről a post-vakcina szindrómáról érdemes gondolkodni, adatokat gyűjteni, ugye főleg időseket oltottak, az idősek azok nem tudtak védekezni, tudjuk, hogy vannak ilyen grafikonok, hogy minden országban 60-70-80%-a az úgymond Covid halottaknak mind idős ember volt, és közben ezek oltott emberek voltak. És ugye a hivatalos medicina ezt is megjel, hogy 0,01-0,02% lehet a mellékhatása ezeknek az oltásoknak. Na, ez az, ami nem igaz. Úgyhogy valós számok kellene, és a Csarka Alapítvány ez erre létesült ez az alapítvány, hogy tudományos kutatást, illetve adatgyűjtést végezzünk, konferenciákat szervezzünk, az eddigi 4 Covid konferenciát
ennek keretében szerveztük, ezt szeretnénk tovább folytatni. Köszönöm szépen a figyelmet! Sok szeretettel köszöntöm megjelent szép számú hallgatóságot, nézőközösséget, és nagyon örülök annak, hogy a legutóbbi megbeszélés konferenciák után még többen jelentkeztek, és még többen érdeklődnek a probléma iránt, mert súlyos problémákkal kell is szembenézni. Nagyon örülök annak, hogy, és örülök én magam is annak, hogy egyre többen kezdenek rádöbbenni arra, hogy becsaptak bennünket. Nagy átverésnek vagyok az áldozatai, és ez nem csak lokálisan és nemzeti szinten igaz, hanem globálisan is. Egy nagy globális átverésnek vagyunk mindannyian az áldozatai, és mi tulajdonképpen ennek a nagy globális átverésnek egy nagyon kis szegmenséről, egy szeletéről fogunk most majd beszélgetni, amit úgy hívnak, hogy vakcina biztonság. Mert a vakcina biztonság... Tehát, hogy ennek a második előadásomnak is az a kérdés, azt a kérdést tettem, hogy vakcina biztonság kérdőjele. Ami mögötte láttok azt a kis itt közelebb a mikrofon. Amit ti láttok, hogy közelebb a címnek, hogy kincs, ami nincs, ez a 1981-es Bud Spencer filmnek a mottoja, illetve magának a filmnek a címe, amivel tökéletesen én lelőm a saját poénomat, hogy gyakorlatilag kincs, ami nincs. Nincs vakcina biztonság, ezt a végén is majd megállapítjuk. A korrajzra visszatérem még, hogy mi ez a korrajz. Hát azt kellene föltenni alapkérdésként, hogy hogyan kerültek a nemzeti hatóságok is, hogy a nemzeti hatóságra is gondolok, a globális magán kartelleknek a markába. És ahogy például a Nobel-bizottság, a tudományos intézetek, az egyetemek, a különböző akadémiák, akkor a tudományos szaksajtó, akkor a nemzetközi szervezetek, ilyen a WHO, vagy az ENSZ, a politikai pártok és kormányok, hogy kerültek a markukba, az Európai Unió, az EMA, az FDA, a CDC és társai. Valójában azt kellene föltenni ezt a kérdést, hogy kik is diktálnak itt nekünk ebbe a világba. Hát ők, ezek a globális magánkartellek diktálnak nekünk, és ők mondják meg azt, hogy mit csinálják a kormányok, mit csinálnak a szakmai szervezetek, mit csinálják a WHO, mit csinálják a nemzeti népegészségügyi hatóságok is. Nem mi döntjük el, nem vagyunk a magunk urai. És miért van ez a kor? Hát azért van ez a kor, mert a profit mindenek fölött van. A profit mindenek fölött. Magyarul az ember, ahogy ezt tanultuk már a menedzsment szakirodalomban, humán erőforrás. Mi csak erőforrás vagyunk egy olyan globális profittermelő gépezetben, amelyben nem értünk van, hanem mi vagyunk egy fogaskerek ennek, egy csavarja ennek a rendszernek. És tulajdonképpen a céljuk is az, hogy mi csereszabatos csavarként, ha kell, kilökjenek a rendszerből, mert nem kellünk. Tehát a profit termelés itt a lényeg. És ez a lényeg. És akkor kérem szépen az elsőt. Gyakorlatilag arról kellene beszélni, mert rövidre átugrunk ezeken, de mi ez a biztonság? Hát van az objektív biztonság fogalma, és van a szubjektív biztonság. Az objektív biztonság az a dolgoknak, életviszonyoknak egy rendje, egy olyan állapot, amelyben kellemetlen meglepetések, zavarnak, veszélynek nincs, vagy alig van lehetőség. Ilyenekre nem kell férni. És van a szubjektív biztonság, ami egy bizalom. Ez az, amiről beszéltem, ezt vesztettük el. Hajlandósággal együtt segítsük az élet minden területnek a fennmaradását. A biztonság az egyik legfontosabb dolog egy anya számára, ez a biztonság nem függ anyagi dolgoktól. És akkor hol van itt a probléma? Hát ott, hogy a világunkban az objektív és a szubjektív biztonság szétvált. Tehát tulajdonképpen az egyének szubjektív biztonság érzete bizalma megrendült a rendszer, a mindenkori rendszer, objektív biztonságában, biztonságosságában. Tehát ez itt a nagy probléma. Megrendült a bizalma. Kérem, oltások ugye, hát itt ugye itt van a Wikipédiában vettem ki, oltások meghatározása, tudjuk már, vakcina gyengített előtt kórokozókat, fragmentumokat, vagy kész jelenlőket tartalmazó készítmény, és akkor a vakcináció célja, hogy mesterségesen idézzük elő immunizációt, a védőoltások kiadása után szervezett védettség alakuljon ki, én oda tettem a kérdőjét, valóban kialakul a védettség. De ami a lényeg, hogy a mesterséges immunizáció sem formájában, sem hatásmechanizmusában nem azonos a természetes immunitással. Ez a lényeg. Tehát ne higgyük azt, hogy a vakcinák kiváltják
egy sima egyszerű megbetegedés során kialakuló tartós védettséget, természetes immunitást. Kérem, hát a közegészségügy. Hát tulajdonképpen hogy jutottunk ide? Mert ugye az a leglényegesebb dolog, hogy hogy lehet azt, hogy ekkora nagy változás és párfordulás következett be a világ egészség, közegészségügyében. Hát vissza kell menni tulajdonképpen az USA-hoz. Az Egyesült Államokban az egészségügyet fokozatosan militarizálták. Gyakorlatilag az USA-ban tipikus hanyatlás 1983 körül, azaz 40 éve kezdődött el, amikor a 44-es közegészségügyi törvényhez hozzáadták a közegészségügyi vészhelyzet című fogalmat. És onnantól kezdve tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a gyógyászat fokozatosan militarizálódott, és a legtöbb rossz egészségügyi törvényt a 2000-es évektől kezdve hozták meg az Egyesült Államokba, ami még a közvetlenül a szeptember 11-9-11 előtt, illetve a Hamis Lászlós, hogy is mondjam, lépteleg támadással előtt. Na most ebből mi a tanúság? Az a tanúság, hogy valójában is erről az egészről nekem egy közel 8 oldalas kronológiai sorrendben szedett olyan törvényi sorozatunk, amit az Amerikai Egyesült Államokban hoztak meg egymás után. Fokozatosan különböző, elnökök, különböző kongresszusi képviselők, különböző előterjesztése, és a lényeget, a rendet kell nézni, és ez tökéletesen alátámasztja azt, hogy militarizálták az egészségét, ezt most már egy bioterror szervezetről beszéltünk, és nem egészségügyről. Menjünk tovább. Na, bárkit érdekel ezt a 7-8 oldalasat, el tudom küldeni. A nagy csalás az USA, itt a csalás, 86-os National Childhood Vaccination Injury Act, gazdasági mentességet biztosított a gyógyszeripari vállalatoknak, kiiktatta a gazdaság ösztönzőket, felelősséget, innentől kezdve nincsen már vakcina biztonság, és a 86-as törvény a teljes pénzügyi felelősséget átterhette az Amerikai Egyesült Államokra, akik egyébként, bocsánat, még a végén 3,9 milliárd dollárt fizettek ki eddig kártérítés gyanánt. Tehát ezek szerint valami probléma volt. És nyilván, ha valamit csinálnak, akkor azért csináltak, mert szándékosság volt benne. A nagy csalás. A vakcina problémák az Európai Unióban, ezt múltkor megmutattam, de teljesen látható, teljesen homályos a vakcinák útja, a vakcinák tisztasága, biztonsága nem ismert, nem ellenőrzött, itthon se ellenőrzött, sűrű váltogatják a gyártók a gyermekkori vakcinákat, a típusát, márka nevét, összetételét, amit az ember azonnal jóvá hagy, mert innováció címén, vakcinagyártók semmilyen felelősséget nem vállalnak, immunitást élvezett, menjünk tovább, gyorsítsunk. Objektív vakcina biztonság alapkövei. Kellene egy valamilyen egy gyártás és humán alkalmazás során egy teljes biztonsági rend. A rend az tulajdonképpen arra szolgál, hogy semmilyen egészséges ártalmas anyag összetevő ne kerülhessen a gyártás során, valamint szennyezés méret. A vakcina csak monokomponensű, nem sem, hogy ellenőrizhető legyen a későbbiek során. A hatásosságát csak is a vaccine, unvaccine, tehát a oltott, nem oltott, placebo kontrollra lehessen megcsinálni, és ne pedig úgy, hogy az előző oltóanyag hasonlítja össze az újat. Fenti rendet folyamatosan feedback ellenőrizni kellene, minőségügyet monitorozni kéne, a hibás eljárásokat, hatástalan vagy káros hatásokat azonnal ki kellene iktatni, és a hibás seletes vakcinák forgalmazását azonnal meg kellene szüntetni, meg kell semmisíteni. És ami még ott volt a lényeg, az ajánlom, még ezt végkérem egy pillanatra vissza, ez fontos. A vakcina gyártók termékfelelősségét vissza kell állítani, a vakcina okozta egészségkárosítást, tehát a gyártó kártérítési felelősségét vissza kell állítani, fennáll, és a vakcina gyártó perelhetőségét is vissza kell állítani, és akkor viszont már mindjárt menjünk. A vakcina biztonság Magyarországon. Amikor az Európai Unió tagállamának Magyarország lemondott az önálló nemzeti vakcina biztonságára, jogállás az EMA javára, tehát az Európai Unió és az EMA javára, bizonyíték az Európa kódol hatáskori elvonására, ez a SCOPE nemzetű OGI projekt, amiben gyakorlatilag farmakovigilenciás együttműködés között az EU tagállamokkal, akkor kezdték elvenni az összes ilyen típusú nemzeti jogaikat tovább. Az EMA, az Európa Medicines Agency, itt a farmakovigilenciás, ez tulajdonképpen ezeknek a gyógyszerekkel kapcsolatos problémák észreveséséről, Európai Gyógyszerügynökség maga koordinálja az Európai Uniót és az Unió különböző szervezeteit, és ami a lényeg, hogy klinikai vizsgálatok eredményére korlátozódik egy engedély előtt a vizsgálatok, és utána csak kis számú kiválasztott betegek korlátozott ideig vizsgálják a különböző engedélyezett vakcinákat, és utána az engedélyezés követően nagy számú betegnél viszont nagyon komoly mellékhatások jelentkeznek, amiről viszont már senki nem beszél, engedélyen is visszavonva. Menjünk tovább. Az EMA a közös ló. Ennyi, azt szokták mondani, hogy Noel Stolman, ki a vezető az EMA-nak? Egy MR, COPE nevezetű 61 éves ír
gyógyszer, nemzetközi gyógyszergyári lobbista, aki tulajdonképpen korábban a nemzetközi gyógyszergyártónak volt a vezetője, és most úgy került az EMA élére, és ő most jelenleg az EMA vezetője. Az EU teljes farmakovigilancia rendszere, ugyan beszéltük, az EU tagállamok, az EMA, az Európai Bizottság csak együttműködés, egy nagy katasz az egész, úgy, ahogy van. Előírásokkal függetlenül, teljesen mindegy, hogy melyik országban jövőjük a készítmény, mind az EMA felügyelés szervezi. A benyújtott dokumentumokat a gyógyszerhatóság csak áttekintés kiértékeli. Semmi hazai labor, semmi termékvizsgálat, fő alapbizalom. Tehát az Európai Unióban úgy jönnek be a vakcinák, hogy semmifajta magyarországi hatósági minőségjelentés nem történik. Kérem a következőt. Ogyei kettős játéka. Láttam egy ilyen részt, vagy az Ogyeinek a honlapján, hogy idézett, a gyógyszerbiztonságot garantálja az Ogyei, hogy a kiadott engedélyt fektetett, hogy vakcinára át kell esni a Nemzeti Létegészségügyi Központ laborvizsgálatain. Hoppá! Az oltanyag csak abban esetben használható fel hazánkra, a laboratóriumi vizsgálat eredmény alapján a vakcina megfelelő minőségű. Hát mondom, hurrá! Megvan, hát erre van szó, pont ez kellene. Igen, hát csak egy probléma, egy hibá van, ez csak azt tudjuk. Ötös, a orosz vakcinára vonatkozott valaki, semmi másra. És pont azért, mert a nemzetközi gyógyszerlobbi ki akarta szorítani a nem Pfizer és nem Moderna, tehát nem nyugati vakcinákat az európai piacról. És ezért érdekes módon akkor tudta az NMK, hogy neki mi a dolga, hogy laborvizsgálattal meg kéne nézni, hogy ezt használtak. Sőt, kimentek a magyar szakemberek Oroszországban megvizsgálni, hogy mi, hogy néz ki ez a labor, ahogy gyártják a vakcinát, és hát kénytek voltak meg, hogy nagyon jó, és egy tökéletes modern az egész rendszer. No, tehát erről van szó. Egyébként Magyarországon tovább bonyolítjuk a helyzetet. Az NMK-t és az Ogyeit már össze is vonták, és most már NMK-nak hívják. Magyar kecske és a káposzta szindrómája. Egyik rendelkezik a másikat, a másik az egyiket. Semmi nem történik. Menjünk be, vagy gyorsan. Oké, gyorsan. Gyermekvakcinák. Tehát nincs biztosítva az EU-ból érkező emelkedés vakcinák szállítmányok hazai minőség ellenőrzése. A magyar államhatóság arra hivatkoznak, hogy vakcinák engedélyezését az EMA végzi. A minőségellenőrzésben az Európai Unióban az Európai Gyógyszerminőségi Igazgatóság ellenőrzi egységesen. Na, látjuk, hogy hogyan tovább. Hazugságok csoporban, itt van egy ilyen honlapszín, ezt nyugodtan nézzétek meg, ott minden szépet és jót leírnak, azon egyet biztosan ebből láthatunk, hogy a vakcinagyártók szabadon kevergethetik, amit akarnak, olyan mérgetedet akarnak, anélkül, hogy bárki ezt megakadályozhatná, mert az EMA csak az általunk benyújtott papírokat olvasgatja, és majd ezután engedélyez. Tehát semmifajta újabb ellenőrzés vagy minőség, menjünk tovább. A vakcina mellékhatások, itt van a bejelentés, hogy kell bejelenteni, stb. És akkor ott van, hogy az Ogyein keresztül lehet bejelenteni, de vagy oda, vagy a maga a gyógyszergyártóhoz. És azt mondják majd ők, hogy összefésülik ezeket az intézkedéseket, és majd intézkednek. Hát, összefésülik. A magyar hatósági állítások azért olyan, hogy is hamisok, illetve mondhatnám azt, hogy megalapozatlanok, mert gyakorlatilag nincsenek valid és friss adataik. Nincsenek adataik. Tehát nincs itt összehasonlítani mivel, mert gyakorlatilag ez a rendszer itt Magyarországon nem is működik, nem is követik meg, hogy nyugodtan kérem a következőt. A EMA, mint átjáróház, mellékhatások bejelentése 15 napon belül, ott vannak a különböző címek, ott van a vacsat, amelyik Európai Unió oltásbiztonságért, ez az NMK honlapja egyébként, ez is egy Európai Uniós projekt volt. És az európai, az esetek száma, és ez a lényeg, napról napra, rohamosan napjainkban már megkaradja 10 milliót a bejelentett mellékhatásoknak a száma. Menjünk tovább. Átjáró az kettő, EMA állítja magáról. Az azonosított eseteket ezt követően egyenként is elemzik. Mert ez készülhet, hallja, ellenő. Igen, mellékhatások kivált, viszont egyéni visszajelzést sajnos nem tudnak küldeni, mert olyan sok van, hogy ezt nem tudják elküldeni. Az Európai Ügynökség magáról állítja, egyébként kulcsfontosságú szerepet játszik a gyógyszerek biztonságásának figyelembe kísérésére. Tehát össze-vissza hazudnak, össze-vissza, hogyha, és sajnos látjuk is ezt a szerepünket, menjünk tovább. Oltóanyag tisztaság. Ezeket a kérdéseket, ennek tartalmát tettem fel az EMA-nak direktbe, elküldtem ezt körülbelül 3 hete. Arról, hogy van-e nemzeti minőség elég hatásköre az európai tagállamoknak, a forgalmazott oltóanyagabbulák szúrópróba szerűen az EMA labok ellenőrzi-e, monokomponensű vakcinát miért jöttek el a piacról, a gyártó vakcinák ellenőrzőnek van-e egyedi minőségtanúsítványa, a vakcinaváltás szállítmányák gyártó és oltópont közti útját nyomon követik-e, és ennek ellenőrzési pontjai azok hol vannak, milyen riportok, feedbackek, egyáltalán működik ez a rendszer, hibás szennyezett szállítmányok vészjelzési rendszere van-e,
és tenyér a szájtán kiszűrik, meg sem esítik el. És az EMA innováció címén mérhetően gyorsan engedélyezi könnyítve a különböző újabb vakcinák szerzett márkák kiadását. A fenti kérdésére mai napig egy válaszolat. Úgyhogy tudjátok. Ebből végső konklúziós az a zárás, hogy a magyar hazai vakcinabiztonság nulla. Tehát ennek a szakmai és jogi revízió elkerülhetetlen. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet és előadást. Kedves Szkita testvérek, mondhatom így a megszólítást most már, mert akik itt vannak, nagy rész tagjai a Szkita közösségnek. Egy pár gondolatot mondanék én is, hogy a gyógyszergyárok milyen tökéletesen ráruházták a politika által az államokra a felelősséget, ugyanis rá volt írva minden szerződésre, most már ugye Izrael is azért robbantotta ki a háborút, mert két nappal azelőtt meg kellett volna a kormányfőnek mutatni az egyességet a Pfizerrel, a civil lakosságnak, és erre kirobbant a háború. Tehát átjátszották teljesen, és így ugye a gyógyszergyár kiírta azt, hogy semmiért nem vállal felelősséget, se a közép, se a hosszú távú hatásokra, különösen erre tekintettel. Na most, ha belegondolok abba, hogy a tévében megy egy gyógyszer reklám, és egy gyógyszernél gyorsan felszorognak legalább 15 mellékhatást, igaz? Minden így van. Na most, ha neki a tévébe kellett volna Pfizernek reklámozni, akkor jöttől lett volna, hogy trombózis, hirtelen halál, agyvérzés, stb. Kell volna, és akkor megoldolta volna nagyon sok ember, hogy fölveszi ezt a vakcinát. Tehát annyira látszik a politikai, és egyértelműen látszik, hogy nem is a Pfizer cég, nem is a Moderna, hanem azok az államok a felelősek, és ezt kell majd az embereknek elhitetni, vagy fölébreszteni erre a saját állama, aki átvette, telefonon megrendel 50 milliárd euróért injekciót, ugye, a stb. Tehát ez hogy létezik? Magyarországon most beperelik 60 millió euróra, mert ugye fölvettek helyette gyógyszert, és neki át kellett volna menni, és nem vette át. Tehát nagyon-nagyon kilóva lóláb ezekbe az esetekbe, és nagyon komoly felelősség terheli a kormányt. Ez a bevezető majd a szkítosággal kapcsolatban is. Csak azért mondom, hogyha a szkítosságra visszatérek, ugye van ez a kezdeményezés, hogy ismerjék el a szkítosságot nemzetiségként. Első fordulóban a választási bizottságnál 18:00-án elfogadták, akkor örültem, és minden halad, minden jól. Második fordulóra bekerült a parlamentnek az igazságügyi bizottságához. Ötödikén. Meghívtak, én mondva, hogy a beadványommal foglalkoznak, elmentem, ott ültem és hallgattam, kétszer kaptam 3 perc hozzászólást, hozzászóltam, és a végén szavazták, és 12:00, hát akkor mondom, a beadványomat elfogadták, így jöttem haza, és másnap kellett megtudnom, hogy nem fogadták el, hanem elutasították. Ugyanis az történt, hogy nem a meghívottnak, engemnek a beadványát azzal foglalkoztak, hanem, mint kiderült, az igazságügyi bizottság vezetőinek volt egy beadványa, és azt szavazták meg 12:00-ra, hogy elutasítanak engem. És ezt senki nem mondta. Másnap tartottam egy sajtótájékoztatót, mindent, elmondtam, hogy örülök, hogy elfogadták, és utána derült ki a 444 újság, ez az internetes újság, ez jelentette meg, ott volt a képviselő, és ő jelentette meg, hogy tulajdonképpen egy borzasztó gyártás, és akkor minek hívtak meg? Hogyha nem az én beadványommal foglalkoznak az igazságban. Magyarul ez annyit jelent, hogy tovább megy a parlamenthez, de az igazságügyi bizottságnak a javaslata nem. Tehát gondolom, hogy a fideszesek azt majd nem el fognak szavazni. Meglátjuk, hogy mi lesz. De ez egy nagyon nagy lehetőség, nem kell megijedni tőle, hiszen ott is a bizottság előtt is elmondtam, hogy ez nem Pócs Alfrédről szól, meg az én hatványomról, hanem ez a Magyar Tudományos Akadémiáról és a Magyarságkutató Intézetről. Mert a Magyar Tudományos Akadémiára hivatkozik minden újság, aki azt a mondatot tűzte ki, hogy 2000 év óta nem léteznek szkíták. Na hát ez mindenkivel gondolom itt közöttünk is. Ez ki bedobja a földögesít hengenket nagyon, ez biztos. És ilyen a hazugságra alapozva fogadja el a parlament igazságügyi bizottsága ezt az óriási hazugságra hivatkozik. 2000 éve nincsenek szkíták. Mikor a Szemilló vizsgálatban 2000-ben megállapították, hogy a magyar férfi lakosság 97%-a visszavezethető 4 ősapára, akik itt voltak Magyarországon és megvizsgálták őket.
és ebből 73% már a kőkorszakban itt élt. Kőkorszakban itt élt, és itt élnek most is a szkíták. Mátyás király szkítának mondta magát, Bonfini. 600 oldalas könyvet ír, minden másik oldalon a magyar szkítákról ír, a szokásairól minden. De gyűjtöttem össze egy pár szerzőt is, csak hogy most felolvassak nektek. Ugye, amire legjobban szoktunk hivatkozni, Herodotosz, aki azt írja, hogy a szkíták nem a törvényekbe, a szívükbe hordják az igazságot. Eforusz például, szintén Herodotosz idejéből, a szkítákkal legigazságosabb erkölcsben élnek, írja. Ezek mind görög történetírók, de a görög kultúra az nem kultúra teremtő nép volt, a görög kultúra átvevő minden görög tanárnak, filozófusnak, bárkinek szkíta nevelője volt. Tőlük tanulták ezt, Homérosz. A szkíták a legigazságosabb emberek, ezt írja róla. Ami másik, ami fölrendített engemet is, a Visnu Puránában több ezer évvel ezelőtt írják, a szkíták népe felébred, és viszi a tüzet más földekre is. Na én úgy gondolom, hogy most ez az idő jött el. És még azt is odaírják, hogy ahogy évmilliókkal ezelőtt is ők vitték a fényt. Évmilliókkal ezelőtt, ezt írja a Visnu Purána. Tehát óriási feladatunk van most, mert megteremthetjük azt, hogy visszavetjük világszinten a hatalmat. Most is a szkítából 3,5-4 milliárd ember él a Földön. Japántól Koreáig, Skóciába, és most a legújabb skót történelemben például egyiptomi hercegnő és szkíta főnemes volt a skótok ősapja. Ezt találták meg, ez a legrégebbi. Tehát ők is rokonunk. A szkíta hadifogoly például párbajban megsebesül valaki, akkor az ellenfelet, az befejezi a párbajt, az ellenfelet viszi a tátoshoz gyógyítani. Ez egy szkíta párbaj. Milyen párbajokat csinálnak ma? Milyen egy ukrán háború ma? Ahol gyerekeket, asszonyokat lőnek az ukránok, saját népüket ölik. Van egy atya, aki püspök volt felvidéken, ő mondta el, hogy mesélték el, jöttek Ukrajnából emberek, Kijevbe bevitték a pincébe ukrán nőket, gyerekeket, férfiakat, ott tartották 3-4 napig, nem adtak el, néni Márta, mert kitörtek, mert éjjel halnak, szomjan halnak, és utána lelőtték őket, őnek is sikerült elmenekelni a saját ukrán katonái. Na, tehát nem szkíták, ez biztos. Bonfini, ugye, ahogy mondtam, szkíták nemzete harcedzett és megfékezhetetlen. Na, ezt éreztük magunkba is, legyünk ezek. Vegyük fel a harcot, ha kell majd most, ha a szkíta önkormányzatosságot nem engedik, a szkíta nemzetiséget nem engedik megválasztani, akkor vegyük föl, mit ír még Bonfini. A szkíták nem a fösvénységet, a nagyra vágyást akarták a legyőzöttektől, semmit sem követeltek a dicsőségen kívül. Tejjel és mézzel éltek, éljünk mi is tejjel és mézzel, azt írták róluk, ez az egészsége. Az igazság náluk nem törvényekkel volt elfogadva, hanem a jellemükben volt. Na, ide kell eljutni. Ezt itt a közösségben olyan embereket várunk, akik ezt tudják teljesíteni. Épp most olvastam nemrég, ugye a pálosok mondták, hogy a természet Isten ruhája. És ma a természetet pusztítja legjobban ez a civilizáció. A szkítákról tudjuk, hogy úgy vették föl az ősi szkíta kereszténységet, az ősi szkíta hitet, hogy csodálták a természetet, a Teremtőisten teremtett világát, és meglátták mögötte a Teremtőistent, így írják róla a görögök is. És így lett a szkíta kereszténység, a szkíta vallás. Akit érdekel, javaslom a VNTV, a Villa Natura TV-ben nézzék meg a szkíta kereszténységről mondott műsoromat, mert nagyon szépen összefoglalom ezt a mai helyzetet, ami van. A szkítáknak tehát feladata az erkölcsiség és a természetvédelme, az állatvilág, növényvilág, a talaj, a mindennek a védelme, az akkumulátorgyárak, minden egy kicsit hozzánk tartozik, ami pusztítja itt a földeket Magyarországon, és a magyar földek megtartása. Agatiasz Krisztus előtt 300-ban írja, hogy szkíta és hunné neve és törvénye azonos. Mindenki, hogy Gepida, Roxolán, Szarmata, Kárpát-medencébe kikérnek, mint szkíta, hun. Tehát nem igaz, amit ők mondanak, hogy nincs folytonosság, dehogy is nem. Kárpát-medencébe is folytonos az élet. Itt vagyunk, folytatjuk, Alexandrai Kelemen, a szkíta vitéznép és szabad.
Na ezt a szabadságot veszik el tőlünk az oltásokkal kapcsolatban, vagy amit Józsi mondott nekünk itt, nekünk a vérünkbe kell, hogy legyen a szabadság, emberek. A vérünkbe. A Szent Korona országa mindig úgy épült föl, hogy a Szent Korona országa Magyarország is szabad, és az egyén is szabad benne. Hát ott vitték magukkal a kardot. Régen nem volt olyan, hogy az emberek meghódoltak. Olyan volt, elővette, akár még a parlamentbe is kaszaboltak le Rákóczi idejében embereket. Ha olyan volt, olyanra volt szükség. Bölcs Leó császár, a szkíták, a természet évfiai. Tehát ezt mondom, hogy ő is azt írja, Bölcs Leó, hogy mi szeretjük a természetet, védjük, a szkíták isteni nevet adtak a folyónak, a gyeszternek, és ha valaki belepiszkolt a vízbe, akkor annak nagyon súlyos kár kellett, akár halált is kellett szenvedni, úgy védték a természetet. Nyersek, de igazságosak. És hogyha a vezetőjük nem azt teszi, amit kell, keményen megbüntették, számbüzték, ha nem az igazságban járt a vezető. Na ezt kéne nekünk is alkalmazni. A mi vezetőink most nem az igazságban járnak. Számozzuk őket, mondjuk fel, valahogy, mint régen, tehát ezt meg tudták oldani. Gordon Child, nem is olyan régi történetíró, európai népek tanítómestere a Kárpát-medencei műveltség volt. Ő nem csak a nyelvünket datálta 10 000 évre, hanem a mezőgazdasági kultúrát is tudja, hogy innen indult el a Kárpát-medencében. A magyarok ősei, a szkíta nép itt élt a Kárpát-medencében. Ugye Hun szkíta, ugyanaz a népcsoport, most jártam Mongóliába, és ott már a hunokat a bronzkori sírok miatt egybe mossák a szkítákkal, meg a bronzkori emberekkel. Hát amikor egy 5000 éves csodálatos szarvast lát az ember, ugyanolyan állapotban, 30 centire, vagy 40 centire földbeásva, 30-szor 60 cm vastag, 3-4 méter magas, nyílegyenesen áll 5000 éve, és a csodálatos szkíta szarvas rajta van. A mi szarvasunk, ugye a zöld halompusztai a világon a legnagyobb aranyszarvas, 37 centi, közel 40 centi. A tápió szentmártoni szarvasunk pedig egy az egybe ugyanaz, mint az 5000 éves Mongóliában látott szobron lévő szarvas. Az első lába hátra, a második lába előre, a szarva gyönyörű szépre kör alakúba, csiga módjára, föltekeredve. És ugye Jucidigiesz Krisztus előtt 456-ban, tehát előbb, mint Homérosz, már ír a szkítákról. Minden nép alantabban áll a szkítáknál. Tehát nagyon régi és nagyon régi dolgok ezek. Ugye Mátyás királynál is, hogy szkíta volt, hogy mondta, például van egy Herkules szobor a budai várban. Azt azért állítottam, mert a szkíták őse Herkules, a görögök, a görög szerint, de még tovább megyünk, mert Herkulesnek az apja pedig Targitaosz, akibe jön a Hargitaosz, visszaírat Hargitába. Tehát ez így alakul. Szicíliában pedig Diodór, Krisztus előtt 40-ben, csak azért, hogy sok hölgy is van itt, megdicsérjem őket is, hogy a szkíta korban kitűnő nők voltak, királyok voltak. Ugyanolyan jogokat éltek, mint ma is, ma meg hol vannak a nők? Hova jutottunk, ahogy ez a ószövetségi kultúra elterjed és hozza magával a férfiúi fönnsőbb rendűséget. Ezt el kell söpörnünk és vissza kell térni a szkíta időbe. Jó hír, hogy van már szkíta templomunk is. Tarva nemrég pár hónappal ezelőtt föl lett avatva a helyi buddhista közösség megépítette az első szkíta templomot. A főoltárra ott van Nimród apánk és a két fia, Tündérilona, ilyen szobrok vannak ott. Tehát akik a magyar kultúrában részt vettek, majd pontosítjuk még, hogy mi kell itt a templomban, de erre se hivatkozhat a Parlament Igazságügyi Bizottsága, hogy nincs vallásunk, vagy nem volt vallás, vagy nem azt a nyelvet. Milyen nyelvet élünk, milyen nyelvet beszélünk? Magyar. Magyar beszélte a szkíta hun, hiszen a szkítaságban benne van. Ugye Nimród apánk megépíti a tornyot, ledől a torony, és így írja szor, a Biblia is, hogy addig egy nyelv volt, nyilván magyar. Ahogy ledől a torony, lesz 72 nemzet és 72 nyelv. Tehát olyan logikus dolgok ezek, amiket tudnunk kell.
És a másik, amire fölhívom itt is a figyelmet, az igazságügyi bizottságra, meg a parlamentnek. Elfogadta közel 1400 aláírást. De amikor volt ugye a felmérés, a lakosság fölmérése, körülbelül 2500 ember vallotta magát szkítáknak. Tehát itt több ezer emberről beszélünk, legalább 4000 emberről, akik várják és akarják. És nekünk Magyarországon most jelenleg, ha ezt megszavazzák és nem adnak nekünk lehetőséget, akkor ugyanolyan helyzetbe kerülünk, mint Erdély. Hiszen az erdélyeket is elnyomják, a székelyeket, a románok, a felvidéken, a felvidékiek, a felvidéki magyarokat. Nálunk a magyarok nyomják el a szkítákat, a magyarokat, ha a parlament megszavazza. Meglátjuk, mert tudunk ez ellen küzdeni, és kell is küzdenünk, hiszen mögöttünk áll a Magyarság Kutatóintézet, amit létrehozott ugye a egészségügyi miniszter akkor, és most úgy tűnik, hogy verik szét. De megvan az anyag mindenhol. A genetika bennünket igazol. A genetika szerint a Mátyás családja, a Hunyadi családban benne van az eredj-eredj szkíta gén. Harmadik Béla indította el az Árpádházi királyi genetikájának a megszerzését. Jó. Ezt még befejezem, gyorsan is elmondjuk. Tehát a harmadik Béla az Árpádházi genetikában, abban is benne van a szkíta gén. Tehát genetikával a Magyarság Kutatóintézet körülbelül videóval bármikor tudjuk igazítani és visszaállítani ezt. Még egy gondolatot mondanék. Fölhívnám itt a figyelmet is, hogy szerdán megyek majd az Árpád Attila Hotelba, ott lesz egy rendezvény, és ott beszélünk Karácsonyról is, fogok beszélni erről. Most is voltam előadni Siófokon, és ott is láttam, hogy készülnek Karácsonyra három királyok Jézus születésével kapcsolatos kis megmodellálják a Jézus Krisztusnak a születését, és ennek kapcsán mondom, hogy a legrégebbi mozaik Firenzében, ami létezik, a legrégebbi írások, a legrégebbi képek, a három királyok, azok pártus hercegek voltak. Pártus süvegbe ábrázolták, pártus köpenybe. Ha most bármelyik falu, vagy tanya, vagy város megcsinálja karácsonykor ezt, akkor kérem, hogy a három királyok ne feketének legyenek, négernek, mert ezek pártus királyok voltak. Voltak benne, mint a hunoknál fehér és fekete hun, fekete hajú, barna bőrű, de nem néger, és nem arab ruhába, és nem hogy hívják, ha kell ábrázolni, pártusba, ha mi a magyarságot akarunk erősíteni. Az a három király pártus volt, és ezer évek óta várták Krisztusnak az eljöttét, hiszen Zarathustra pontosan megírja, ezt elmondom még egyszer, ez nagyon fontos, hogy mindenki tudja, aki itt van. Ugye a zsidó vallásban, az Ószövetségben annyi van csak, hogy szűz által születik fiú gyermek, és más nem írnak, de Zarathustra úgy írja meg Jézus a megváltó születését, hogy ige által fogantatik, szűztől születik. Csillag fogja jelezni létét, mely nappal is világít. Királyok fogják imádni, fognak hozzá menni, ajándékot vinni, és ezer év múlva fog megszületni a világ megváltó. Nem messiás, világ megváltó, mert a messiás csak a zsidó nép megváltója, a választott népét. Megszületni ezer év múlva, és tényleg Zarathustra után ezer év múlva született meg Jézus, és még egyet tesz hozzá, hogy az én fajtámból való. Tehát Jézus Krisztus az én fajtámból, a szkíta fajtámból való. Köszönöm. Hölgyeim és uraim, nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, és köszöntöm a rendezőket is, és köszönöm a lehetőséget, hogy újra itt lehetek. Egy kicsit körbejártam az alumínium témát a gyermekoltásokban. Igen, hát az alumínium egy viszonylag könnyű anyag, egyébként a rendszerben 13-as rendszámmal, 5 éreknél 8% mennyiségben megtalálható, nagyon-nagyon sok van belőle. De hogy mit keres ez a szervezetünkben, arra nem jöttem rá.
körbevesz minket az alumínium. Ugye, ha bemegyünk a konyhába, a kávéfőzőtől kezdve az étel főzéséig, mindenféle eszköz megtalálható alufólián keresztül, és bizony ezek az újabb mindenféle üdítő, italos alumínium dobozok, de akár az alumínium tartalmú dezodorok is tartalmazzák. És ugye minden bizonyal szórják is a nyakunkba, szórják is ránk, és ott vannak az élelmiszerekben, ott van az ivóvizünkben. És hát természetesen belekerültek a gyermekoltásokba is. Hogy mi ott a helyük, nézzük meg, hogy mi is ez az alumínium. Hát maga a biológiai élettani hatása és szerepe máig nincs tisztázva. Nem tudjuk, hogy mennyi kell belőle, egyet tudunk, hogy mérgező, neurotoxikus és az ember számára kedvezőtlen a túladagolása. Mit csinál az alumínium? A kötéseiből kiszorítja a vasat, kiszorítja a jezet, rezet magnéziumot, kálciumot, és ezzel például anémiát, vérszegénységet okoz. Fehérjékhez kötődik, megtalálták azokban az amiloidokban, amit az erekből biztosan láttátok a képeket szedegetnek ki. Annyit tudunk róla, hogy az életkorral szervezetünkben a folyamatos alumíniumnak való kitettség miatt fölszaporodik, és különösen az agyban. És az agyban felszaporodó alumínium valamilyen úton módon párhuzamban van különböző idegrendszeri betegségekkel, Parkinson-korral, Alzheimer-korral, szklerózis multiplexel. Például az Alzheimer-korban kimutatták, hogy kifejezetten magas az alumínium kiürülése a szervezettől. Valószínűleg a bevitel, hát a bélen keresztül a szervezetbe való bejutása is nagyobb. Ez az az ábra, amit előszeretettel mutogatnak a gyógyszergyárak. Van rajta három vonal, egy folytonos kék és egy folytonos piros vonal, és azt mondják, hogy az az egyén, aki az alumíniumot megkapja élete során, ez felel meg a kék vonalnak, és aki még az oltásokat is mindegyiket megkapja, ez a piros vonal. Tehát semmiben nem különbözik. Van ott egy szaggatott vonal, ami arra utal, hogy aki esetleg nagyobb alumínium expozíciónak van kitéve, nála ennyi alumínium összegződne a szervezetbe. Az alumínium, hogyha bekerül és felszívódik, akkor 1% alatti mennyiség előben normál viszonyokban a szervezetbe. Három kiürülési szakasza van, ez főleg a vesény keresztül. Első szakaszban nagyon gyorsan csökken a mennyisége, majd ez a kiürülés lassan-lassan mérséklődik, és eljut a harmadik szakaszhoz, ahol nagyon-nagyon lassan ürül ki a szervezetből. Ez a harmadik szakasz, amit bent maradt alumínium a szervezetben, ennek a felezési ideje 5 év. Ez azt jelenti, hogy az, ami ott maradt a szervezetben bent alumínium, ez 5 év alatt fog felére csökkenni mennyiségben. Ami engem különösen érdekel, hogy mi a fene van itt az ábrán, mert hogyha azt az előző ábrát, amit a gyógyszergyárak terjesztenek, megnézzük, akkor itt a kék és piros vonal között valami picinke eltérés lehet, de ugye 6000 nap, tehát a 18 éves koráig van a gyereknek ez feltüntetve, és akkor nézzük meg egy másik ábrán, hogy mit is jelent ez, ez a piros és kék vonal eltérése. Itt az alumínium terhelést láthatjuk, és a 2-3-4 hónapos gyermekoltásoknál ennek az alumíniumnak a szervezetben való összegződését, illetve kiürülését. Ez a három tüske, ez a három kék tüske megfelel
meg a második, harmadik, negyedik havi oltásnak. És hát ugye az alumínium, figyelembe véve, hogy a véragját még nem záródott, illetve az idegi fejlődés is csak kialakulóban van, tehát az agynak a fejlődése is egy nagyon fontos stádiumában van. Van ennek egy szép másik piros vonala, amit mindjárt megmutatunk. Ez a piros vonal lenne az európai norma. És nézzék meg, hogy ezt a normát szépen semmibe véve ekkora alumínium terheléssel, vagy terhelésnek vetik alá a gyerekeket. Nem is tudom, hogy ezt az ábrát például a gyerekorvosok, hogyha látják, akkor nem gondolkoznak el, hogy mit is csinálnak. Alumínium, milyen rizikó tényezői vannak? Ugye az egyik a sejtanyag cseréjében oxidatív károsodásokat okoz, a sejtnek az egész energiaellátását károsítja, és szerepe van mindenféle autoimmun kórképek létrejövésében, génmutációkat okoz, hát az előbb csecsemékről beszéltünk, a magnézium-kálcium rész anyagcserét károsítja, és hát ott vannak azok az idegrendszeri neurotoxikus hatás miatt létrejövő betegségek, mint az Alzheimer-kór. Igen, hát a 70-es években alig volt ismert az autizmus spektrum, az autizmus fogalma, és ezt a görbét, hogyha megnézzük, akkor azt lehet észrevenni, hogy ez a spektrumzavar egyre inkább elterjedőben van, és mostanra azt hiszem ki lehet mondani, hogy nincs olyan általános iskolás osztály, ahol ne lenne egyetlen spektrumzavaros legalább, vagy akár több. Ez egy 2015-ös felmérés Amerikából, ugyanúgy autizmus körébe tartozó viselkedés zavaros gyerekeknél, hogy 3 és 6 éves kor közben kezdik el észlelni ezt, 7 éves korra megvan a diagnózis, és így pár évvel ezelőtt az amerikai gyerekek 6,1%-a már gyógyszer is szedett erre. A 2021-ben egy orvosi cikk megjelent, 13 gyerek vakcinát hasonlítottak össze, azoknak az alumínium kapcsolatban. Hát különböző véletlenszerűen kiválasztott ampullákból tömegspektroszkóp segítségével megállapították, hogy mennyi alumíniumot tartalmaznak. A 13-ból 6 vakcinánál lényegesen magasabb értékeket találtak, és mi az érdekesét? Annál a 3 kiragadott példánál, ami hepatitis A, illetve diperte oldások, hogyha megnézzük a sor végén ezeket a 0,25-0,39 mg-os értékeket, ennyit val be a gyártó, hogy ennyi van az ampullában. És ezzel ellentétben a mért ampullák, tehát az, amit kiválasztottak és bevizsgáltak, teljesen vad eredményeket hoztak. Tehát a 0,25 helyett 0,6, tehát 2,5-szeres, vagy akár ott az utolsónál egy 3-szoros alumínium mennyisége. Ami lényeges, hogy az oltásokat és az oltások együtt hatását senki soha nem vizsgálta még. Amivel számolnak még a gyártók, átlagértékek, az anyatejnél egy 40 mikrogrammos alumínium értékkel, de ugyanakkor kutatók ebből 1100, tehát közel 30-szoros mennyiséget is tudtak mérni anyatejben, illetve a távszerekben, ahol 225 mikrogrammal számolnak, és a távszerek köz 200 mikrogrammos is előfolytul.
Hát röviden, hogyha ezt összegezni szeretném, a gyártókon kívül senki nem vizsgálja azt az alumínium mennyiséget, ami az ampullába kerül, és sem az Európai Gyógyszerügynökség, sem pedig az amerikai hatóságok egyszerűen ezekkel nem foglalkoznak, átengedik őket. És a magas alumínium terhelés, amikor esetleg az anyának is van egy magasabb alumínium terhelése, és ez átmegy anyateljel szoptatáskor a gyerekre, erre még ráoltanak. Ezt senki nem vizsgálja. És akkor végezetül egy mítoszt szeretnék még elosztani, hogy az oltások hatására szűntek meg a járványok. 2021. júli 12-én meg lehet találni mind a két dokumentumot, amit most itt bemutatok a WHO honlapján. A WHO arra döntött, hogy mindenkinek kivétel nélkül szeretné a genetikai állományát megváltoztatni. Nem csak az önökét kivétel nélkül, hanem az állatokét, a növényekét, mert neki így tetszik. Már megcsinálták hozzá akkor a kézikönyvet. Hát ez a kézikönyv is letölthető, hogy ők ezt hogy képzelik el, és mindenkinek, önöknek, akik itt ülnek és hallgatják ezt az előadást, a genetikájába bele akarnak szólni, és a genetikáját meg akarják változtatni. Keressék meg nyugodtan ezeket a dokumentumokat. És a mítoszra még annyit, hogy Magyarországon a himlő és a himlőnek az áldozatait, hogyha megnézzük, akkor az 1800-as évekre szinte a himlő kezdett eltűnni. Ugye eleinte nagyon sok áldozat és nagyon sok beteg volt, de később ez a tendencia szinte a nullához kezdett csökkenni. És mindez megtalálható, hogy 1895-ben kiadott Vétihimlő oltás című könyvben. Benne vannak a melléfogások is. Hogyha egy ilyen görbét kellene az egészet ábrázolni, akkor azt látjuk, hogy az 1800-as évekre ez a himlő szinte kezdett eltűnni. És 1860 kezdtek el tömegesen oltani Magyarországon. Rájöttek itt, hogy elkezdenek oltani, és ki fellángol a járvány. Vagy fellángol a járvány, és elkezdenek oltani, de mindenképpen a kettő összetartozik. És hogyha ezt a görbét és az oltást az összes fertőző betegségre, amit a WHO azt mondja, hogy ő az oltásokkal tudta ezeket eltüntetni és semmissé tenni, akkor mindegyikre elmondható, hogy az oltásokat ott vezették be, ahol már ezek a járványok tűntek el, csökkentek le, és már alig volt sem megbetegedett, sem pedig haláleset. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet. Az alumínium egy érdekes téma, hogy mérgezik vele az embereket, és köszönöm szépen. Szeretettel köszöntök mindenkit, és hát az a kép alját szeretném mindenkinek mutatni, hogy egészséges nemzetet csak egészséges gyerekekkel tudunk építeni. És ez kellene. Tulajdonképpen. Én köszönöm. Így jó. Okay. Akkor kérem a következőt. És egy tudományos fölmérést végeztek kb. 6 évvel ezelőtt, amikor a végzős oldásokat megnézték pszichológiai tesztekkel, és azt találták, hogy 72%-uk alkalmatlan az iskola kezdésre, mert fejlesztésre szorul. És ez az eredmény azóta még romlott. Egy másik csoport, akik itt Budapesten más témával, más módszerrel végzik a vizsgálatokat, 21%-ban a gyerekek mozgás koordinációját elégtelennek tartották. És hasonló gondokról hallunk akkor, hogyha sorozó orvosokat a katonáknál megkérdezzük, mert rengeteg fiatal alkalmatlannak tartanak a katonaságra. Kérjük a következőt.
És hát ez az ábra, remélem, hogy mindenkit leültet, vagy lefektet. Ezek a CDC-nek, az amerikai járványügyi ellenőrző hatóságnak a hivatalos adatai. Hány gyerekből születik egy autista? 2002-ben az első oszlop itt fönt, működik. Jó. Akkor 158 betegből volt egy autista. És ma 28-ból van egy autista, és a közben elengedett adatok gyönyörű szépen a trendvonalba beülnek. És ha megnézem azt, hogy ez a trendvonal mikor metszi az alapvonalat, itt van a dátum. Jó, mégiscsak működik ez a rendszer. Tehát 2026-ban várható, hogy minden született gyermek autista lesz. Ennek valami okának kell lenni, és én keresem az okot. Én nem a füstöt kergetem és a felhőket, hanem az okot. És akkor másik irány, jó? 1979-ben is erről már hallottunk már, az FDA engedélyezte, hogy a rubeola vírus tenyésztésére a facsa embrió sejteken való tenyésztést átváltsák humán embrió sejtekre. Erről tudni kell azt, hogy ezek immortalizált sejtek, és ezek ráksejtek. Tehát ráksejtekben szaporítjuk a vírusokat. És a vírusok, mindjárt mutatom, hogy hogyan magukba vesznek a ráksejtekből jelentős DNS-t, és emellett még DNS töredéket is teszünk a vakcinába, amit a gyerekek sajnos a saját DNS-ükbe be tudnak építeni, és ettől kezdve a gyereknek módosította a genetikája már is. És akkor itt van egy fantasztikus ábra, ami Shaw-tól származik, a könyvéből vettem, az amerikai autisták előfordulását hozza a 60-as évektől egészen a 75-ös évekig, és azt lehet látni, hogy amikor elindult a vakcina, az MMR vakcina, és benne az emberi sejt maradványok, ettől kezdve az autizmus előfordulása hihetetlen gyorsaságot vett. És akkor miért menjünk tovább? Oké. Szenev kisasszony a Massachusetts Institute of Technology-ban egy fölmérést végzett arról, hogy mennyi glifozátot szórtak ki a mezőgazdaságon a földekre. A piros vonal jelzi a glifozát kiszórt mennyiségét, és ez azt jelenti, hogy holdonként 5 tonnát szórtak már ki ebből a rákkeltő méreg gazirtóból, és sajnos az EU az napokban hosszabbította meg 10 évre a használatát az EU-ban, hát hadd pusztuljon a még. És a kék oszlopok pedig mutatják egy független hatóságnak az autisták előfordulásának a görbéjét, és hogyha a kettőt úgy veszik észre véletlenül, hogy nagyon párhuzamosan futnak, akkor jól látják. És az idegrendszer fejlődése a fogantatás követő 3.-4. héten indul meg, a külső réteg begyűrődik, és ebből fejlődik ki, aztán különböző fokozatokon keresztül az idegrendszer, és az idegsejtek vándorolnak szépen fölfelé, a kéreg felé, és alakít nyúlványokat bocsátanak ki, és ezek a nyúlványok pedig egymással kapcsolódva szinapszisokat alakítanak ki, amelyel az információt közlik az idegsejtek egymással. És a gliasejteknek, amelyek az idegrendszer támasztó sejtjei, a helyrevándorlása is ebben az időben történik, és mind az idegsejtek, mind a gliasejteknek a helyrevándorlása hihetetlenül érzékeny ezekre a gyulladásokra, ami a környezetben kialakul. A mikrobia normál körülmények között támogatja az idegsejtek vándorlását.
kóros körülmények között, ha gyulladás van az idegrendszeren belül, akkor gátolja. Itt van egy közlemény, amelyik azt mondja, hogy az idegrendszeren belüli gyulladás, annak egy nagyon-nagyon komoly szerepe van az autizmus kifejlesztésében. És akkor itt a posztnatális, vagy a prenatális, tehát a születés előtti expozíció a gyulladásnak. Tehát ha terhes anya valamilyen gyulladást kap, akkor az elősegíti az autizmus előfordulását. A gyulladás befolyásolja az idegsejtek fejlődését, csökkenti a segítő faktorok termelését, amitől nagyobbra nőnek az idegsejtek, gátolja a sejtek helyükre vándorlását, és megváltoztatja azoknak az anyagoknak a képzését is, amelyet ezt az idegsejtek választanak ki. Az ASD kialakulását segítő különböző rizikófaktorok, ezek elsősorban gyulladás okozók az anyában, az anyai dohányzás, az alkoholfogyasztás, aztán az elhízás és az anyai immunaktivitással járó betegségek sorozata. És ez a kép, ez egy fantasztikus technikának köszönhető. Patkányok, megtermékenyített patkányok méhét felvágták, és a fejlődő gyermekek agykamrájába vittek be olyan anyák szérumát mikroliternyi mennyiségben, akik autista gyereket szültek. És olyanokat, akiknek normál gyerekeik voltak. Az első oszlop a normál szérumú gyerekek, patkányoknak az idegsejtjeinek a fejlődését mutatja, és teljesen normális, az idegsejt szélén ezek a kis nyúlványok, ezeket tüskétnek nevezik, ezek jól fejlődnek, és ezek teremtik a kapcsolatot az egyes idegsejtekkel. Mellette a terhes, az autista anyának a szérumával kezelt patkányok idegrostja látszik, amely nem termel tüskéket, tehát nem tud kapcsolatot teremteni, ha nincs kapcsolat, akkor nincs memória sem, és viselkedési problémák jelentkeznek. A három párhuzamos kettős kép az három különböző agyterületnek az idegsejt nyúlványait mutatja, és teljesen egyértelmű, hogy az autista vérrel kezelt patkányok mindegyikben az idegsejteknek a nevelése már az anyaméhben károsodik. Aztán azt is észrevétel, azt is látták, hogy 6 és 17 hónapos korban az agy különböző területei és azok, amelyek autizmusban szerepet játszanak, sárgával vannak jelölve, azok sokkal erőteljesebben nőttek, és tudjuk azt, hogy az autistáknak a fejkörfogata is nő egy picikét, és hát ez kívülről pontosan követhető. Ezt a képet örömmel mutatom meg, ez egy 60 éves fölvétel, amit még fiatal orvostan hallgató koromban végeztem a kutató laboratóriumban, ahol felnőttem. Ez a kapillárisok fejlődését mutatja, és az endotél sejtek, mellett itt vannak a periciták, amelyek ilyen hosszú, vékony nyúlványokkal kapcsolatot teremtenek a különböző idegsejtfalakkal, és gyönyörű szépen látszik, hogy az élfalnak a sejtje, az endotésejt úszik ezzel emellett, és megy, és újabb kapillárist épít fel a jobb oxigénellátására az idegszövetnek. Aztán itt van sémásra a véragygátnak a szerkezete, belül az endotésejtek, és kívül a hozzátapadó egyéb sejtek, a csillagsejtek, a makrofágok, az idegsejtek, és itt van a pericita, aminek az előbb a nyúlványait mutattam. A véragygát az körülbelül 2 éves korra fejlődik ki. Addig könnyen áteresztővé válik, és ez viszont fokozhatja a gyulladást. Fiorentino volt az, aki első alkalommal mutatta ki szövettani metszetben
hogy a véragygát zavaraiban résztvevő gének megváltozta az autista gyerekekben. És itt egy szövetlani kép sorozat látszik, ahol az első kisagyból, az első képen egy normál kisagyat látunk, itt pedig egy autista kisagyat, ahol lényegesen megritkultak a sejtek, és különösen a széli részen lévő burkínje sejtek, ezek a nagy sejtek, amelyek itt láthatók, és a maga a granuláris réteg is nagy mértékben csökken. Ezen a felvételen ugyanez látszik, csak a festéssel az aktivált mikroglia sejteket mutatjuk, azok ilyen barnás festődésűek, és ezek azok, amelyek tönkre teszik, felemésztik az ott élő idegsejteket. Itt lehet látni nagyobb nagyításban, ahol körülölelik a purkínje sejtet, a mikroglia sejtet, és teszik tönkre. Ezen a képen pedig a csillagsejteket lehet látni két különböző festéssel, a zöld sejtek normálisak, és a barna sejtek immunológiailag aktívak. Tehát olyan anyagot termelnek, amelyek az agyállomány pusztításában szerepet játszanak. A krónikus gyulladás az anyában megalapozza az autizmust. Számos krónikus betegség, amelynek hátterében immunrészvétel is kimutatható, hadd ne soroljam őket, megnöveli az utódokban az autizmus előfordulását. Ugyanakkor azok a krónikus állapotok, amelyek nem járnak immunológiai részvétellel, mint a magas vérnyomás, a kettes cukorbetegség, ezeknél az autizmus a gyerekeknél nem gyakori. Mi okoz még krónikus gyulladást? Az anyai immunbetegségek, környezeti mérgek, ferrendszerek, fémek, a különböző antibiotikus kezelés miatt megváltozott bélflóra, és különösen a gombák elszaporodása, aszán a sorozatos vakcinák a bennünk lévő agyúvásokkal és más a szervezet számára idegen anyagokkal, vírusok. És akkor a kötelező oltások Magyarországon, hogy egy picit tudatában legyenek, 4 hónapos korig a gyermek 16 vakcinát kap. 4 hónapos korig egy fejletlen, életlen idegrendszer. 18 hónapos korig 24 vakcinával egészítjük ki, és amikor 13 éves és már lassan befejezi az általános, 37 vakcinát kap összesen. Mi jó, ha 4-et vagy 5-öt kaptunk, és hát meg kell nézni, hogy mi lesz ezekkel a gyerekekkel. Nem szól arról, hogy mindjárt menjünk tovább, hogy mi van még benne. A vakcinákban mi minden található. Vannak különböző konjugáló ágensek, stabilizátorok, aztán a mikróba ellenes anyagok, tehát kell benne antibiotikumszerű anyag, formaldehid például, amelyik kifejezetten méreg a szervezet számára. Ott vannak a természetes szaporítás alapjául szolgáló részben humán sejtekből eredő fehérje maradványok, DNS fragmentumok. Ezek belépülnek a gyermek DNS-ére, és ezt a vakcina nagyon-nagyon elősegíti. És aztán ott vannak a sejtek kultúrában a vírusok, amelyek velük együtt élnek, ezek az úgynevezett retrovírusok, és ezeknek a burokfehérjei, amelyek szintén mindegyike rákokozó. És ezek kiválthatnak allergiát, immunválaszt és autoimmunitást is elindíthatnak. Aztán a higany vegyületek és az alumínium, ideg, méreg, mind a kettő, semmi keresni valója az agyban. És hát ezeket bejuttatjuk. Az FDA megadja még a mennyiséget is, hogy mennyit lehetne beadni. Ezek a vegyületek a táplálékkal is bejönnek a szervezetbe, de egészen más a sorsuk, mert részben leködődnek a béltartalomhoz, és kiürülnek. Ezzel szemben
az oltással beadottak bekerülnek a véráramba, onnan a lyukas véragygáton keresztül az agyba, ahol a sejtek, az idegrendszer sejtjei felveszik. Ha a mikroglia, amelyik az agy immunrendszerének az első védekező rendszere, felveszi ezeket az érzékenyítőket, akkor kezdenek érzékenyé válni. Ha megkapják a következő adagot, ekkor már aktiválódnak, és aktív immunanyagokat fognak kiválasztani, amelyekkel gátolják az idegsejtek helyszíne vándorlását, nyúlvány képződését és kapcsolatteremtését. Köszönöm szépen, Evelinek kérlek. És ez egy hihetetlen izgalmas kísérlet volt, amely bizonyítja azt, hogy a vírusok lopnak. És honnan lopnak? A tenyésztő sejtjeinkből. Itt van két szövettenyészet. Az egyik a HER2, a másik egy vesekultúra. Ugyanazt a vírust szaporítom el. És utána a patkányokat a szövettenyészettel beoltom, és ellenanyagot termelek a kultúra ellen, a sejtkultúra ellen. És utána a sejtkultúrában, a sejtkultúrában tenyésztett vírusokat összehozom a szövetkultúra elleni ellenanyaggal. És hogyha ez a szövetkultúra elleni, akkor nem lesz vírus. Közömbösíti a vírusokat. Tehát a vírus a sejt kártyájával ellopja a szövetkultúrának az anyagát, és a szövetkultúra ellen termelt ellenanyaggal közömbösíteni tudom. Ha én a vesekultúrában szaporított vírust összehozom a HER sejtek ellen termelt ellenanyaggal, akkor nem bántja a vírusokat, tehát mutatja, hogy egyértelmű a vírus lop az ő tenyésztő sejtekből. És akkor a vaesről már szó volt, van egy másik, amelyik az egészségügyel kapcsolatos jelentések adminisztrációja, és ennek az adatai alapján 1988 és 23 között bejelentett vakcina szövődményeket nézték meg, és sorolták, hogy melyik vakcinával szemben milyen gyakori volt a bejelentés, és hát masszívan vezet az influenza. A bejelentett 25 ezerből 9 ezer influenzával kapcsolatos volt, halálesetek számát itt sorolják fel a vakcinákkal kapcsolatban, és az ebben a DTP vezet, és ezek kártérítésre jogosultak ezek az emberek, de ez egy bizottság elé megy, és a bizottságból dönt arról, hogy ki kapja meg, ki nem. És a kártérítésre kifizetett összeg az meghaladta az 5 billió dollárt. Meghaladta az 5 billió dollárt, és hogyha ezt osszom, hogy hány anyag kaptak, körülbelül a 25 ezerből 10 ezernek szavazták meg a kártérítést, akkor ez olyan 500 ezer dollár fejenként, viszont a halottaknak, ahol halott gyermek volt, ott biztos, hogy lényegesen többet kaptak. Ami érdekes az, hogy az MMR vakcinával is vannak halottak, de a legtöbb az a DTP-vel kapcsolatban van, amit bőven adunk a gyermekeinknek. Amennyiben a hiba és az alumínium az idegsejtekben köt ki, amelyekhez kifejezett a vonzódásuk, akkor a mitokondriumok energiatermelése leáll, és a sejt működésképtelenné válik. Ha az asztrocitát veszik fel, akkor azok pusztulásnak indulnak. A sok szövődmény miatt a higanyvegyületek alkalmazását mérsékelték a vakcinában, de még ma is több tartalmaz, hiszen az influenza vakcina, a hepatitis vakcina is tartalmazzák a higanyt, amiben naponta oltják a gyermekeinket. Azok a felnőttek, akik évente kapják az influenza vakcinát, azoknál sokkal gyakoribb az Alzheimer. A mai napig egyetlen olyan tanulmány sem született, amelyik a vakcinák forgalomba hozatala előtt a szakma szigorúan megkövetelt evidence-based követelményeinek megfelelt volna. Számos tanulmány jelzi az oltások negatív hatását, velük szemben mindig arra 6 tanulmányra hivatkoznak, amelyet a CDC rendelt meg és finanszírozott, és hogy nem, a
vakcináknak az ártatlanságát bizonyították. A CDC immunizációs protokollja szerint 18 hónapos korig a csecsemők 5000 mikrogram alumíniumot kapnak, ami egyenesen az idegsejtekben van. Shore és munkatársai 2014-ben megállapítják, hogy a nyugati országokban a gyerekeket 4200 fölötti alumíniummal oltják, ami egyetlen vízik alatt elérheti az 1500 mg-ot. Azokon az országokban, ahol a gyerekek sok alumínium tartalmú vakcinát kapnak, a legmagasabb az autizmus előfordulása. És azt mondja Christopher, hogy én hiszek az immunizálásban, de nem hiszek a vakcinálásban. És miért nem? Azért, mert amikor beadják a vakcinát, azok nem érintkeznek az első védőrétegkel a nyálkahártyán, nem találkoznak ott a makrofágokkal és a T-sejtekkel. Amikor élő poliovírus vakcinát kaptunk, kockacukron, mi magunk is ezt szokogattuk, én még emlékszem rá, amikor az egyetemen megkaptuk, akkor egészen másképp zajlik a folyamat. A legelőször a szájbarat nyálkahártyájával találkozik, ott a makrofágok felveszik a vírust, megemésztik, kirakják a felszínükre, és odaadják a T-killer sejteknek, bemutatják, és ezek pedig átadják a T-memória sejteknek, és ettől kezdve emlékezni fog az immunrendszerünk erre a vírusra. Na most, ha a vakcinát beadjuk az izomba, ott mindjárt a véráramba kerül, ahol rögtön kapcsolatba kerül a T-sejtekkel, tehát az antigén termelő sejtekkel, megtermeli az antigént egy rövid időre, mert ezeknek a sejteknek nincs memóriája, múlik. És ezért kell havonta nyomni a szegény gyerekekbe az alumíniumot, meg a higanytot. Bocsánat. És akkor még Roundup is van a vakcinákban, azaz glifozát. Megnézték Amerikában, és nem találtak olyan vakcinát, amiben ne lett volna a Roundup. Többen. Hát glifozáttal mérgezik az egynapos gyereket már. És mindezek mellett az MMR vakcina a sejtek szaporodására alkalmazott HeLa sejtekben pontos humán endogén retrovírust, amit ilyen betű sorral jegyeznek, tartalmazott. Ez a vírus tartalmaz egy integráz nevű fehérjét, ami előszíti a DNS beépülését a humán genomba. Tehát én beviszem a sejtkultúrának a DNS-ét, és ehhez az integráz segíti, hogy beépüljön a saját DNS-embe, és én génmódosított legyek. Több autoimmun betegségben találtak már ilyen pozitivitást. Az MMR vakcinában található DNS fragmentumok és a herpírus szerepét nem vizsgálták részletesen arra vonatkozóan, hogy milyen rövid és hosszú távú veszélyt jelentenek a beoltottaknak. Mindezek arra mutatnak, hogy az MMR vakcina gyártásának jelen módszerét bizony újra kellene gondolnunk. Köszönöm szépen a szíves figyelmet! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Én Németországban találkoztam először a HPV elleni oltásokkal, Gardena név alatt ment az Németországban, ami három oltásból állt, és ugye megkaptuk mi a megbízást, hogy a gyerekekkel 12 éves kortól kezdve kezdjük oltani ezekkel a gyerekekkel, úgymond ezzel megakadályozzuk, hogy később mészárlátot kapjanak. Igen, teltek múltak az évek, és valahol látjuk, hogy elég komoly betegségek jelentkeztek meg ilyen oltások következtében. Megjelentek olyan betegség, hogy narkolepszia, az azt jelenti, hogy folyamatosan alszik egy ilyen gyerek, agyvelőgyulladás, izomsorvadás. Mivel hogy ezek az információk szárnyra kaptak, a németországi egészségügyi intézmény megszüntette az állami finanszírozást, egész addig fizette az állam ezeket az oltásokat, és átértek arra, hogy mindenki csak önkéntesen adhatja be, hogy akarja, akkor megkapja, nem akarja, nem kapja meg. Na most, az is kiderült ezekről az oltásokról, hogy ezek 3 évig hatnak. Tehát, hogyha 12 éves gyereknek adnak egy ilyen oltást,
akkor 15 éves kor után már nem hat az injekció. Tehát én nem tudom, hogy melyik az a szülő, aki 15 éves korban ma megengedi a gyerekének, hogy szexuális kapcsolatot tartson. Egy kulturál körülmények között felnevelt gyerek még nem tart szexuális kapcsolatot 15 éves korában. Tehát végül is kaptak egy oltást, aminek csak a kóros mellékhatásait élvezheti a gyerek, de ami miatt kapja, ott már oka fogyott állnánk. Na most ugye a HPV vírusokból valamivel több mint 20 fajta van, ebben háromat állítanak, mondják háromról azt, hogy az mészárlátot okozhat. Csak hát ugye tudni kell azt, hogyha valaki kap egy ilyen vírusfertőzést, akkor ez nem az egyik másodperc alatt a másikra alakítja a rákot, hanem annak van egy kb. 5 éves fejlődése. Tehát, hogyha egy olyan nő, aki már valóban rendszeres szexuális kapcsolatban él, mondjuk legyen 17 év fölötti hölgy, akkor ott körülbelül, hogyha meg is kapja a vírus, akkor kb. 23-24 éves korra alakulhat ki esetleg a rák. Csak ám önök is biztos tudják, hogyha kapnak egy torokgyulladást, egy vírusos torokgyulladást, ezeknek a gyulladásoknak döntő része magától meggyógyul. És ugyanaz a helyzet a mészárban is. A HPV vírus fertőzés az esetek döntő részében magától meggyógyul. Tehát azt kell látni, hogy az ember a gyerekeinket teljesen fölöslegesen oltják be, viszont egy hölgy, aki 20 év fölött van, és minden évben egyszer elmegy rá a szülésre, akkor ezeket a fertőzéseket gyönyörűen ki lehet szűrni. Hoztam magammal egy pár fényképet, most bevezetem önöket a nőgyógyászati onkológiába. Úgy mennek haza, hogy perfik nőgyógyászati onkológusok lesznek. Ugyanis van kétfajta folyadék, amivel hogyha megecsetelem a mészájat, akkor láthatóvá válnak azok a területek, ahol vírusfertőzés van. Az egyik az ecetsav, és a másik a kálium-jodidom, ezek rugol. Fognak látni, nem tudom, hogy rá lehet menni az első képre, itt egy kolposzkópot fognak látni. Megmondom őszintén, hogy én még mielőtt visszizáltam volna 85-ben, előtte Győrben, Egerben dolgoztam, meg később az Országos Onkológiai Intézetben, és ott tanítottak meg minket, inkább az Onkológiai Intézetben, hogy milyen fontos a kolposzkópos vizsgálat. Mert higgyék el, a nőgyógyászat a döntő része, akinek nem kapott onkológiai képzést, akkor ők ezt a kolposzkópos készüléket csak arra használják, hogy bevilágítsanak a hüvelybe. De nem használják diagnosztikának. Mert itt borzasztó fontos ennek a használata. Itt lehet látni egy olyan kolposzkópot, aminek videókamera van rákapcsolva, és a képernyőn lehet látni a mészárt. Láttam, egy ilyen kis flakon tettem oda, egész picike is betűk, és ez 40-szer fölnagyítja a képernyő. Úgyhogy ha beteg, hogyha önvizsgálatra, akkor saját maga is látja pontosan, mi van a mészáján. Na most nyilvánvalóan akkor a mészájat bekenjük először az ecetsavval, most kérem a következő képet. És tudni kell azt, hogy azok a sejtek, amelyek meg vannak támadva a vírustól, azoknak nyilván a vírusfertőzés miatt megváltozott az anyagcseréjük. És az megváltozott anyagcsere, hogyha egy ilyen sejtre rákerül az ecetsav, akkor kicsapja azt a kóros fehérjét, ami ez a beteg vírus, vagy a beteg sejt a vírusfertőzés okoz hatására képez. És akkor ahol vírus van, akkor ilyen mozaik-szerű képződményeket kapok a mészáj felületén. Tehát teljesen pontosan látom, hogy hol van az épp hám, és hol van az a hám, ami már vírussal fertőzött. Ezt nyilván le tudom kontrollálni a második festéssel, a lugollal, kálium-jodiddal, az az épp sejteket, amelyeket tartalmaznak glikogént, azokat a kálium-jodid befesti barnára. Tehát ahol egészséges a mészáj, ott egy szép mangoni barna színt kapok. És azok a sejtek, amik meg vannak fertőzve a vírussal, azok már nem termelik meg a glikogént. Ugyan a vírus az bemegy a genomba, megváltoztatja a sejtek az anyagcseréjét, képtelen már glikogént termelni, tehát azok nem tudják fölvenni a jódot. Tehát világos magad a terület. Ezzel a két anyag látja, pontosan ugyanarról a területről van szó. Két kontrollom is van, hogy megnézem azt, hogy van ott fertőzés, van nincs. Na most, amennyiben ugye általában emberek rákszülésre, akkor csinálnak egy citológiai vizsgálatot, a
ezt a korpuszkorban leginkább csak bevilágítom, de ezt a vizsgálatot nem nagyon végzik el. Ha a citológia, tehát a keletnek az eredménye negatív, az azt jelenti, hogy nem találtak benne korosejteket, és esetleg van egy ilyen kép, akkor nem kell félni attól, hogy rák van. És ezeket a felületeket egyszerűen le lehet marni. Van egy lápisz nevezetű anyag, ugye ezüst nitrát, amivel egy ilyen kristályt hozzáteszek ehhez a területhez, akkor nekem lemarja a felületi sejteket, és azt követően ezek szépen leválnak, folyékonyá válnak, kifolynak a hüvelyből, de felülről az épham szépen rákúszik arra a területet, amit lemartam. És így egyre kisebb és kisebb lesz az a terület, ami fertőzött volt, és egy pár kezelés után ez a korosham eltűnik. Tehát, hogyha időben jön valaki, igazán az 5 éven belül rákszűrésre, akkor gyönyörűen rendbe lehet tenni egy vészel mindenféle sebészeti beavatkozás nélkül. Tehát látják, onkologusokká váltak, nagyon egyszerűen lehet ilyen dolgot csinálni, és ha belegondolnak, hogy mi minden csinál ez a HPV oltás, én utána direkt utána néztem, hogy Magyarországon milyen mellékhatásokat jegyeznek föl. És akkor ugye ezt sugallják a szülőknek, hogy nem kellett az oltástól félni, mert csak nagyon enyhe mellékhatások vannak. Most én felolvasom önöknek, hogy mit ír a magyar szakirodalom. Fejfájás, izomfájdalom, bágyadság, viszketés azon a területen, ahol beadták az oltást, kiütések, izületi fájdalom és szédülés. Mi volt nekem Németországban a tapasztalatom? Agyvelőgyulladás, izomsorvadás, végleges elgyengülés és halál. Tehát ennek tesszük ki a gyerekeinket, annak ellenére, hogy ez gyönyörűen 5 éven belül, mert ugye 5 év kell ahhoz, hogy egy vírusfertőzésből, ami nem gyógyul meg magától, rák alakuljon ki. Tehát, hogyha valaki látja itt ezt a mozaik-szerű elváltozást, itt még nagyon nagy században semmi ráktól egyáltalán nem kell félni. Amikor ezek a mozaikok összeépülnek, és egy egységes fehér hártya alakul ki a vészájon, ezt már leukoplákiának hívják, na ez alatt már 5%-ban ott van rák. Csak ehhez kell ez az 5 év. Tehát, hogyha valaki rendszeresen megy a nőgyászhoz, és nem csak a citológia eredmény negatív, hanem a kolposzkópos eredmény is negatív, az azt jelenti, hogy az illető orvosnak van videokolposzkópja, akkor önök a mészáját, mészár ilyen szép barna, egységes barna színbe fogják látni. Aki nem tudja, hogy hogy néz ki egy mészáj, annak is elmondom, mert nem mindenki néz bele a hüvelybe. Ez egy kivételes privilégium, amivel én rendelkezek. A mészáj pont úgy néz ki, mint egy hímvesző, mint a mag. Csak el van dugva 10 cm mélységben. És az is a különbség, hogy ott a kétfajta hámot lehet látni. Van a lapham, az képes befestődni barnára. És a mészáj nyílásában ott vannak a hengerhám sejtek, azok termelik azt a nyákot, ami képződik a nyakcsatornába, és ez a nyák ez védi a fölfelé menő fertőzését a mély üreg felé. Tehát kétfajta sejtet lehet látni. Abból a lapham megfestődik barnára, egészséges, a közvetlen a mészáj körül az nem festődik meg, mert ott már hengerhám sejtek vannak, de amennyiben ezt a mozaik-szerű elváltozásokat, most már nem ment a kép, nem tudom, amikor a következő képbe jön, de ameddigben ezek a mozaikokat nem látjuk, akkor ott nincs vírusfertőzés. Úgyhogy én ennyit akartam önöknek mondani a HPV vírussal kapcsolatban. Remélem nem léptem túl az időmet. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam. Előjáróban az úr, én egy nyugdíjas közgazdász vagyok, és nagyon önző módon elkezdtem azzal foglalkozni, mint egy 10 éve, hogyha addig megúsztam rá, ügyparkos és minden egyéb hülyabánatot csinálják, akkor ezt a állapotot fönntartsam. Elkezdtem olvasgatni meg, kalandozni a neten, és csomó olyan dologra döbbentem rá, hogy például kitanult arról, hogy mit tegyünk, vagy mit ne együnk. Tegye fel a kérdés. És látjuk, hogy kevesen. Én sem. És tegye fel a kezét az, aki tanulta,
hogy nagyobb ellenségünk nincs, mint a tenyérünk. Na, körülbelül annyi ember tette főre, nem ugyanaz, aki tanult a vélelmezésről. Na, ez az én hátam 2015-ben. Közelebb a mikrofon. Tehát így nézett ki a hátam 2015-ben, és az egy nagyon kedves, nagyon aranyos bőrgyógyász doktornéni azt mondta, hogy ismeretlen eredetű, gyógyíthatatlan, autoimmun, leszek szíves megtanulni vele élni. Megnéztem a neten, azt írták, hogy a második világháború után Angliában, ezzel a nyavajában minden második ember sürgősen meghal. Úgyhogy ezt nem tartottam annyira jó ajánlatnak. És hát tovább bánézkodtam, tovább nézelődtem, és végül is eljutottam oda, amit majd tudják azok mondani. Tehát a mai szózatomnak ez a címe, hogy mit tehetünk, ha megszívhetkezik az oltás károsodás. A leges-legelső, hogy ugye én most itt locsogok, fecsegek, senki ne vegye ezt orvosi tanácsnak, forduljunk orvosunkhoz, gyógyszerészünkhöz, aztán tegyünk, amit jónak lát. Gondolom, az első, amit tegyük, bejelentjük, ma már nem így néz ki a hivatal neve, de ettől függetlenül ezen a helyen lehet bejelenteni, hogyha gyógyszer vagy oltás miatt valami mellékhatás fölül, amit nem szeretnénk. Most akinek van kisgyereke, annak nagyon erősen javaslom, hogy egy alvászavar, egy sírógörcs, egy hasmenés, egy fülfúzógás esetén azonnal tegye bejelentést, mert a bejelentés ingyenes, legjobb, hogyha azt a költséget rászállna, hogy ajánlott levélben elküldi, ajánlott értékelvényes levélben elküldi az ogyének, vagy most már a nemzeti mitoménkinek, és utána ezt a bejelentést minden következő oltásnál elő lehet venni, hogy feltételezem, hogy a gyermekem, ha nem másra, az oltásban lévő glifozátra érzékeny. És aki ezt meg tudja cáfolni, annak sok szerencsét. Ugye a szünet előtt láttuk, hogy már a anyában sérülhet a csecsemő, illetve a magzat, de ha vagyunk olyan szerencsések, hogy a gyermek egészségesen születik, és azért az a gyerekek többségéből elmondható, akkor előáll az, hogy hát valójában akkor mik sérülhetnek. Itt a technikát rosszul kezeltem. Nem értem. Ja, igen. Tehát, hogy bejelentjük az ogyének, és mihez tartás véget? Tehát nem csak a Femina, nem csak a HVG, nem csak a magyar nemzeti hülyeséget, hanem a legrégebbi, legtudományosabb, legorvosibb szaklapnak a főszerkesztője volt szíves írásba adni, és a mai napig megnézhetjük a neten, 2015-ben leírta, hogy amit közlünk, annak több, mint a fele hazugság. És ez egy nagyon kedves, becsületes ember, a mai napig ő a Lancet főszerkesztője, és volt szíves lehozni azt a cikket, miszerint a hidroxiklorokinban, agyérgősben és infarktusban haláloznak el az emberek, ha véletlenül Covid ellen azt kerül. Egy nap után vissza kellett vonni a cikket. Másik irány. Na, tehát, hogy mi sérül? Ez az elég ember, ez Angliában volt az,
történt velem, hogy megtalálták szülők azzal, hogy a gyerekek MMR oltás után krómbetegségre hasonló jelenségekkel küzdenek. És autisták. És mondja erre végül, hogy hát ennek is semmi köze az autizmushoz, mondták a szülők, hát akkor legalább a krómbetegséggel foglalkozunk. Csak azt mondta, hogy hát ha a gyereknek krómbetegsége van, akkor foglalkozunk vele. Foglalkoztak vele, rendbe tették a gyerekek bélflóráját, és azt hiszem, 18 gyerek volt, akikről írtak egy cikket, mind a 18-nak javult az állapota, volt, aki teljesen rendbe jött, volt, aki csak egy kicsit jött jobb állapotban, de azt látták, ha a pocakja javult, javult az autizmusa. Természetesen az előbb idézett Lancet főszerkesztője, amikor a gyógyszergyárak nyomása elég nagy volt, akkor visszavonta a cikket. Na most annyi becsület még van a nyugati szaklapokban, Covid előtt még volt, Covid után ez már változott, hogy a visszavont cikkek is megtalálhatók, csak arra tettek egy köcsét, hogy visszavonták. Tehát elolvasható, majdnem senki nem cáfolta a léghű cikkben foglaltakat, csak közölték vele egy koncepciós perben, hogy egy az ember és az egyik. Ez az emberiségnek az egyik legnagyobb szerencséje, mert azóta a végül remek jó filmeket csinál arról, hogy milyen gabajt okoznak a oltások. Na, ez a másik ember, ez szintén rosszul járt, mert Angliában volt egyetemi tanár, és azzal foglalkozott, hogy mit keres bennünk az anonimum. És azt találta, hogy nincs a földkerességen olyan élőlény, amelyikben a 19. század előtt, század vége előtt lett volna alumínium. Mert hogy az alumínium, mint szabad vegyület, a természetben nem fordul elő. Tehát bármilyen élő szervezetben, legyen az növény, állat vagy ember, ha benne van az alumínium, az baj. És amikor eljutott ez az ember oda, hogy autista szülők által fölajánlott, ugye szerencsétlen kisgyerek meghalt, autista szülők fölajánlották a gyereket boncolásra, és eljutott oda, amit szintén hallottunk a szünet előtt, hogy az autisták és az érdekesség agyában rengeteg alumínium van. Amikor ezt leírta, hogy az autizmushoz kell alumínium, na, akkor kirúgták az egyetemről. Viszont mai napig fönn van egy csomó filmben a YouTube-on, meg cikkek elérhetőek, és az a nagyon jó hír, hogy a természetben előfordul olyan ásványvíz, amiben van kovasav. Na most a kovasavról tudni kell, hogy abban is kétféle van, a mesterséges. Kémikus barátom elmagyarázta, hogy annak a térszerkezete más, mint a természetes. Tehát csak a természetes kovasav alkalmas arra. Extrém felnőtt ember kalibrálta, azt mondta, hogy ígyunk napi egy liter kovasavas ásványvizet, és az remekül segít az alumínium kioldásában. Természetesen semmi nem old meg mindent, de valószínűleg ez segít. Magyarországon van egy Peridot nevű ásványvíz, magas kovasav tartalommal, soha senki nem vizsgálta, hogy vajon autistákból ez is kimossa el, hát van, ez természetes ásványvíz, kovasavval akkor, és igazából ártani nem tud, akkor miért ne lehetne esetleg kipróbálni. Na most minden ellenkező híreszteléssel szemben 1999 óta tudják a gyógyszergyárnak, az amerikai állami hivatóság és az FDA, hogy az oltások okozzák az autizmust.
Ezt onnan lehet ilyen nagyon határozottan állítani, mert 2000 elején a CDC roppant húzó módon egy üdülőhelyre szervezett egy összejöletet, abból a megfontolásból, hogyha ezt a CDC épületében tartják, akkor közérdekű adatigényéssel kikérhető az irat. Ám ellenben elmennek vidékre, és szalonnas ütés közben beszélgetnek róla, akkor az magáig. Na de Kennedy, aki ma ugye a független amerikai elnökjelölt, az megkapta a beszélgetésnek a jegyzőkönyvét. Első nap türelmes vallomást tettek egymásnak az összenülőknek, hogy igen, az akkor használt higany miatt autizmust okoz. Ott voltak a gyógyszergyárak, ott voltak a hatóságok, és rögzítették. Másnap megegyeztek, hogy ezzel nem törődünk, és ezután kezdődtek el a kísérletek, hogy fölcsöljék a higany alumíniumra. Ahogy hallottuk, nem mindenhol sikerült, de csomó érdekel. Ehhez képest az alumínium pont annyira jó az autizmushoz, mint a higany. Valószínűleg másban nem, de ebben hibátlanul. Na most, ugye kerüljük az oltásokat, próbáljuk meg a peridotot, és akkor most jön az, ami miatt a hallgatóság nagyobbik része azt tudja nekem mondani, hogy hát úgy hülye ez a fasasa, hogy van. Ugyanis az összes emberi nyavajára, vagy az egészség föntartására a legmegfelelőbb étrend, amit úgy hívunk, hogy teljes növényi étrend, és nincs benne olaj, és nincs benne külön zsír. Na most az a tapasztalat, hogy az egészséges emberekre egészséges marad, a beteg ember pedig szíveskedik többire jobb állapotba kerülni, Uramisten teljesen megkérülni. És nagyon sok autista gyereket is ilyen étrenddel rendezettek. Más típusú étrenddel is rendezt tudják szedni, ha a gyerek olyan állapotban van, meg olyan az első berendezkedése, de ez a tuti megoldás, a létező megoldások közül. Természetesen sok olyan sérült van, aki ez sem segít. De a helyzetét biztos, hogy javítja. Amiről nem nagyon beszélünk, hogy a kisgyerek, ugye nyilván nem jár a szaunába, de ha izzad, a bőrön keresztül is erős a kiválasztás. Tehát ha csak lehet, napon futtassuk, izzasszuk, és akkor egy csomó méreg kijön belőle. És ne használjuk 50.000-es napvédő faktorú naptejet. Ugyanis a legtöbb naptejben a rengeteg méreg mellett ott van az alumínium is. Tehát fokozatosan szoktassuk hozzá a gyereket a napsugárzáshoz, tavasztunk kezdődően, és ne kedjük a napsugárzásainkat. Amiről szintén nem sokat beszélnek, hogy ez a gyerek aludjon rendesen. Hát ma már a gyerek meg tud fogni valamit, akkor mit fog meg egy mobiltelefont, a két fényel, és remek jól el van vele. Van nagyon sok sérült, autista is, aki nem beszél. És nemrég láttam, egy éve láttam talán azt a mozit, ahol bemutatják, hogy kiderül, hogy lehet, hogy a gyerek nem beszél, de már 3 évesen ír, olvas. Nem ír, mert nem tanítják meg, mert azt hiszik, hogy olyan buta, hogy nem tud beszélni, tehát buta. Nem. Hibátlanul tud gondolkozni, csak nem tud beszélni. És erre van a szperletelő megoldás, ahol a gyerekekkel egy nagy ABC, mint a telefon nyomógombjait nyomokat, ahol beütögeti a betűket, és kijönnek a jelek, és akkor van már olyan gyerek, aki ezzel a módszerrel nem beszél, a mai napig nem beszél, de letette az egyetemi végzettséget. Na, nem tudom, hol fogjuk közé venni a
szlájdokat. Én szívesen felajánlom, és természetesen a végén ott lesz az is, hogy hol érhet el, akit a téma érdekel, és szívesen megosztom tudok. Ugye itt vannak ilyen régi mondások, hát a többit azt már csak ilyen futólag, hogy miért hiszünk azt, hogy a legjobb az olajmentes étrend. Az orvoslás csodáiból, hogy kristálycukorral gyógyított 70 éven keresztül a doktor cukorbetegeket, nagy sikerrel. Itt látjuk, hogy mi a különbség, ha nem ettünk olajosat, ilyen a vérünk, és olyan, hogy ettünk. Itt látjuk az egészséges közösségeket, meg olyan, hogyha ettem egy nagy adag sült krumplit, akkor utána ilyen, és ha visszagondolunk arra, hogy hogy néz ki egy kapilláris, ezek a kicsik behúzzák a vasokat és bemennek, azok a gombócok meg összerakodványok, azok nem. Hát a növényekben minden megvan, ami nekünk kezdődik, a B12-es vitamin, és akkor itt még egy gyors látálni arról, hogy mi a baj a tejjel, rákkeltő, ráknőesztő, kivonja a kálciumot a csontból, és egyébként a magyar szabvány, egyezően az európai szabvány, megengedett milliliterenként 400 ezer oda nem illő sejtet, közre van kérdőket. A vitaminokról a tudomány még gyakran, mint a gyógyszerekről. A glifozát az nagy ellenségű, tehát az jó tegyen. Most a gyökeremelői, vagy meg tudja venni, az egy másik dolog. És akkor itt vannak hivatkozások, hát csak úgy 1-2-3, egy része megvan magyarul, egy része csak angolul érhető el. És akkor köszönöm szépen. Köszönöm szépen a megtisztelő érdeklődést. A korábban említett sokszor példán keresztül, főleg ami a vakcina hatásaival és egyebekkel voltak kapcsolatban, ugye nagyon érdekes, hogy a magyar társadalom legnagyobb része tekintetében nem megy át ezeknek az információknak a legyelése. Ez kell egy közvetítő szereplő, ez pedig a média. Ebben a vonatkozásban szeretnék néhány gondolatot röviden 10 perc keretében bemutatni. Mielőtt belevágnénk a közepébe, ad is meg az első diát, ugyanis a legutóbbi találkozónk bekerült a Magyar Nemzeti Keresztény Mandine nevű oldalába is. Mandineről annyit kell tudni, hogy az elmúlt években sok-sok milliárd forint állami támogatást kaptak, ezek a saját maguk tehetségéből kellene éljenek, mint közvetítők, mint hírforrás, akkor hát ilyen voltak volna. Itt fent azt látszik, hogy a Mi Hazánk kedvére ölelt az oltás ellenes lakoskört hívőket, ezek voltunk mi hölgyeim és uraim, ugye én vagyok a címlapján. Magamat nem nagyon szoktam példaként sem említeni, ugyanis nagyjából egy bibliai megtöltő mondatmennyiség volt már velem kapcsolatban, mert minden voltam, amit el tudnak képzelni, úgyhogy nem magam miatt jelzem, hanem csak arra utalok, hogy azért figyellek minket. Ennek a hátteréhez az kötődött, hogy egy Facebook bejegyzésben beszámoltam a legutóbbi eseményükről, megígéztem, hogy Magyarországon van a világ legnagyobb a vakcina terrorja, gyerekek oltása tekintetében, és hogy Károly nem teszik fel azt a kérdést, hogy miért van erre szükség, illetve megköszöntem Szkita Egyesületnek ezt a rendezvény sorozatot, és így kerültem én, ugye Durmú Dóra képviselőasszonynak a munkáját segítem. Komoly dilemma elé állította a szélsőjobboldali pártot, nem tudom, hogy jól olvasni, sajnos a címet, igen. Köszönöm. Lejjebb egy picit. Még egy picit.
komoly véleményt állított a szélsőjobboldali pártot, hogy megjelent náluk az oltás ellenesek Cézárja, majd bele együtt a gyülemész sereg. Egyébként a gyülemész sereg az a csőcseléknek a szinonimája, csak ezt szeretném jegyezni. Két mondatot szeretnék gyorsan felolvasni, csak hogy lássák egyébként mit gondolnak rólunk. A hétvégén csúcsosodott ki az oltás ellenesek csoport és a mi hazánk tanácsadója között fűzött román Szakács Árpádról, Dúlodorország egyébként képviselő tanácsadójáról régóta tudni lehetett, hogy mindent elemez, ami a Covid elleni védekezést segíti. Az íróból lett szélsőjobbhoz csúszott mozgalmára húzért régen a Lurdi Házban Szkint Egyesület megszervezésében tartott konferencián szólalt fel, ahol megjelent pár tucat hős közönségseregnek mondhatja álláspontját, az ott pár tucat hős. Átadják a médiát, és még csak egy mondatot szeretnék felolvasni, hogy amíg csak egy kis csoport vakcina ellenes van hazánkban, még így is komolyabb probléma azonban, hogy egy parlamentbe bejutott párt alelnökének tanácsadója állít ilyeneket, az már aggasztó. Na hát remélem is, hogy aggasztja őket majd a később tevékenységek ezzel kapcsolatban. Hát mehetünk a második diára. Igazából ez is a előadásomnak a címe, a média fogyasztása súlyosan kársítja az ön és a környezetében élők egészségét, és a magyar média platform vezető szereplőit azt dohány cigaretta dobozókra illesztettük rá az egyik kollégám segítségével. Láthatják itt éppen egy indexet vesz ki valaki az egészség ártalmas dolgok közül. Át is mehetünk a kettesre. Hölgyeim és uraim, mielőtt belevágnánk a közepébe, vagy még jobban a közepébe, engedjék meg, hogy felhívom a figyelmünket Gustav Le Bon munkásságára, aki a Tömegek Lélektana már említett című alapvető könyve minden szempontból fontos, hogy eligazodjunk a minket körülvevő világra. Én ebből szoktam idézni néhány gondolatot, egyszerűen azért, mert nincs olyan mai média manipulációs technológia, amit ne alkalmaznának bennünk a mi életünkkel kapcsolatban, mert a könyvnek az eredeti verziója franciául 1895-ben jelent meg, 1913-ban fordították le magyarra, és ezek egy korszerűsített nyelvi, korszerűsített változata jelent meg nemrég, hiszen kiemelt szempontok vannak benne, arra vonatkoznak, hogy hogyan manipulálják a tömegeket, az embereket, minden egyes területre ugyanez érvényes. Tehát nem csak a reklám, a politikai ideológiák reklámozása tekintetében, hanem ugyanez érvényes, majd erre fogok utalni pár példán keresztül, a vakcina terror, a vakcina propaganda tekintetében is miket használnak fel. Gustav Le Bon volt az, aki 1895-ben már megmondta, azt mondta, hogy ha egyszer a szocializmus, akkor a kommunizmus még úgy nevezték, egyszer hatalomra jut, az lesz emberi történelem legnagyobb kataklizmája. Hát most ennél egy kicsit nagyobb kataklizm előtt állunk, csak önmagában olyan dolgokat látott meg ő akkor, amikor nagyon kevesek. A Tömegek Lélektana tekintetében ez a legelső alapmű, ami megjelent, és mindnáig érvényes. És innen szeretnék néhány dolgot idézni. Tehát a szavak hatalma oly nagy, hogy elég egy jól megválasztott szóval jelölni a leggyűlöltebb dolgokat, hogy a tömegek elfogadják. Hogy bizonyos vélemények olyan könnyen lesznek általánosakká, annak az az oka, hogy az emberek nagy része nem képes saját következtetései alapján ítéletet alkotni. Mindőn arról van szó, hogy eszméket, hiedelmeket belerögzítsünk a tömegek elméjébe, például a modern szociális elméleteket, ugye akkori kommunizmus, a vezetők eljárása különböző. Erre szolgál főként ez a három biztos eljárás. Az állítás, ismétlés és kell hozzá a lelki fogékonyság. A puszta egyszerű állítás minden következtetéstől és bizonyítástól mentes kell legyen. Ez a legbiztosabb mód arra, hogy valamelyik gondolat a tömegek elméjét megragadja. Nagyon fontos mondat, még egyszer felolvasom, tehát a puszta egyszerű állítás minden következtetéstől és bizonyítástól mentes kell legyen. Az állításnak azonban csak akkor van igazi hatása, ha folyton ismétlik is, lehetőleg ugyanazokkal a kifejezésekkel. Napóleon mondta, hogy egyetlen komoly retorikai alapzat az ismétlés. Az állított dolog az ismétlés által annyira elfoglalja az elméket, hogy végül bebizonyított igazságnak tekinti. A folyamatos ismétlés a képzett, tanult emberekre is hatással van, hát még a tömegekre. Ez a befolyás onnan ered, hogy az ismételt dolog a tudattalannak milyen fekvő részét teszi magáévá, s előkészíti tetteinek rugóit. Bizonyos idő múltán már nem tudjuk, hogy az ismételt állításnak mi az alapja, és határozottan hiszünk benne.
Mikor valamelyik állítást elégszerűsvételnek, és a súlykodásban megvan az egybevágóság, képződik az, amit gondolatáramlatnak neveznek, és a lelki fogékonyság által működésben lép egy hatalmas mechanizmus. A tömegekben a gondolatok, érzelmek, emóciók kiedelnek, ragályos befolyás térnek el. Minél határozottabb a kijelentés, minél inkább meg van fosztva a bizonyosságának és bizonyításának a látszatától, annál nagyobb a tekintélye. Hölgyeim és uraim, ez a mai életünk tekintetében, hogyha össze lehetne foglalni egy fél oldalba, nagyjából ennyi volt, ahol idézve, a tömegek lélektanában láthatjuk, hogy minden olyan elleme benne volt, ami a covidizmus idején, az oltásokkal is általában megjelent az életünkben, az oltás működik. Maradj otthon, védjük egymást, stb. Tehát rengeteg ilyen varázsszót, ilyen mágikus szót próbálta a média súlykolásán keresztül a magyar társadalomra ráerőltetni, és ugye láthatjuk, hogy működik ennek bebizonyított pszichológiai jellemzői jelenségei vannak. Egyébként Gustav Weber volt az, aki a tömegek megnyilvánulásait vizsgálva bebizonyította azt, hogy ha megfelelő nagyságú egy tömeg, akkor az egyéniségben elveszik, szétoldódik, és az egyéniség is a tömeg részévé válik, és ugyanúgy viselkedik, abnormális dolgokat követ el, mint amit maga a tömeg vagy a manipulált tömeg tekintetében. A következő kérdés, menjünk át a negyedik részre, a negyedik fotóra, ugye Edward Bernays nevű embernek látjuk a könyvének a címét, és a szó, amit keresünk az életünk manipulálásával kapcsolatban, azt a szót azt úgy hívják, hogy propaganda. Egy 1928-ban megjelent könyv, várhatóan ez már nem van fordítva, várhatóan márciusra kiadása is meg lesz magyar nyelven. Ez az úr volt az, aki minden vonatkozásban a propagandának, a pápájának lehet tekinteni, hogyha lehet ilyen csúnyán fogalmazni. Igazából az volt a küldetése, hogy hogyan lehet minden olyan elemet elfogadtatni egy társadalommal, az emberekkel, amit amúgy a maguk eszéből, a maguk akaratából nem tennének meg. Például hogyan lehet háborúk mellé állítani embereket, hogyan lehet tömeggyilkosságok mellé állítani embereket, mondjuk csak a mai izraeli gázai helyzetben. Van mellette egy hölgy zöld ruhába és egy cigis dobozzal, ugyanis Bernayshez kötető az, aki rászoktatta, azt szokták mondani, rászoktatta, és ez így is van, a hölgyeket a dohányzása. A 20-as évek előtt a hölgyek nem dohányoztak, és a Lucky Strike nevű cigarettás megrendelést ettől a konszertől kapta, és lecsekkolták, levérték, hogy a hölgyek sok szempontból tartózkodnak a cigarettától, mert nem tetszik nekik a színe. És akkor Bernays volt az, aki azt mondta, hogy jó, akkor változtassuk meg a divat színét. És rábírta ezt a cigis társaságot, hogy fektessen bele nagy pénzt a divatiparba, Párizstól a jó ég tudja az egész globális szinten, megjelentek a zöld ruhák, és hirtelen a hölgyek tekintetében is bonzóvá vált a cigarettázás, tehát hogy ő volt az, aki ebben a vonatkozásban is a hölgyeket rászoktatta a cigarettázásra, és hogy láthatják, hogy nem ismert lehetetlen, tehát hogyha meg kellett változtatni egy szokást, amit amúgy nem csinálnának, akkor Bernays alapember volt benne. Egyébként rengeteg ilyen példa volt, például a Télapónak is tudják, hogy miért pirosra a ruhája. Coca-Cola, bizony a Coca-Cola intézte ezt el nekünk, tehát hogy neki rengeteg mindent köszönhetünk a propagandának, az is hasonló eljáráson ment keresztül. Következő ideját kérném. A totalitarizmus pszichológiája szintén elhangzott már ez a könyv cím itt nálunk. Én ezt tartom az egyik legalapvetőbb könyvnek, ami a mi életünkkel foglalkozik. Ugyanazt a munkát viszi tovább Matthias Desmet, mint Le Bon végzett. Ezen a téren a Tucker Carlson, aki a interjút készített vele, ugye azt mondta, hogy Matthias Desmet a legokosabb ember, akivel vala is interjút készítettem a több mint 30 éves pályafutásom során. A rengetegszer meghívják ide ugye a fideszesek a Tucker Carlson, kár, hogy nem olvassák el Desmet könyvét, aki az oltási diktatúrának a pszichológiai hatásai mutatja be, ami a gyerekoltások tekintetében mindenre alkalmazható. Sajnos nem nagyon tudok most kitérni, ajánlom, hogy ezt a könyvet ismerjék el, kiemelten fontos könyvről van szó. Arról szó, hogy a félelemmel hogyan lehet a tömeget befolyásolni. Maga a félelemnek a mechanizmusa, hogy működik, mit vált ki, és hogy ennek milyen
szerepe van a tömegmanipulációban és a különböző propagandában. És térjünk rá az oltások tekintetében a legnagyobb propagandistára. Le Bon tekintetében láthattuk, hogy elég a legjelöltebb szavakat, a legjelöltebb szavakat jó szavakkal, pozitív szavakkal idézni, és már is ez átmegy a tömeg tekintetében. Ez csak néhány nevet gondolják, hogy ennyi az összes, azért ennél sokkal több ilyen. Ez csak a Facebookon terjedő képek, tehát nincs más orvosság, csak az oltás működik egyéni irányban, csak az oltás adhat, amikor lesz elég vakcina, akkor ledöntjük az oltás a vírus bástyáit. Csak az oltás lép meg, teljes fegyverzetben fogadja majd az újabb járványokat a kormány. Tehát önmagában minden az állítást nem kell bizonyítani, meg kell fosztani minden ilyen elemétől, csak az oltás működik, egyének az kijelentésedben nem lehet kételkedni, és akkor már is elképesztő hatással van. Egyébként a legaljasabb szerintem talán a nácizmus óta nem hangzott el ilyen aljas kijelentés a térségünkben, amikor a Magyar Nemzeti Keresztény Kormány felül be is tette, hogy az oltatlanok mások életét is veszélyeztetik. Ezért, tehát hogy már a gyilkosok szintjére kerültünk. Menjünk tovább egy picit. A másik, ami szintén a Gustav Le Bonnál, ezeknek fontos jelentősége van, képi megjelenítés. Ugyanis a fehér köpenyes, szakember, mint tekintély. A Gustav Le Bonban, mind a Desmetre külön fejezetek foglalkoznak azzal, hogy akik az adott állítást meg kell tegyék, azoknak kell legyen valami uniform és egyenruhájuk, fehér köpenyük, és ugye milyen jelentősége van az emberi pszichében. Ezen kívül a tekintélynek megvannak azok a részei, akik a társadalmi vonatkozásban már letettek valamit az asztalra, elismertek. Ezen a téren menjünk a következő diára. Például láthatták, hogy ugye mi ne beszéljünk laikusként, mi miért vagyunk az oltás felett állást foglalunk, de Horváth Marcitól, a jó ég, ugye Csáritól mindenki biztosan tudta, hogy az oltás életet ment. Még egyre menjünk tovább, csak hogy a palettának a másik részét is láthatjuk, tehát hogy itt a jobb és baloldali művészvilág, emblematikus emberei, Fischer Imádó, a jó ég, ugye mi megjegyzett sajnos Bőjte Csabáig is, csak hogy most nem vágtam be, akartam vele borzolni a kedélyeket, de mindenki beleállt a saját maga tekintélyét adta ennek az oltási terrornak, ennek az oltási propagandának, hogy tudtak-e róla vagy nem, de azok, akik a propagandát csinálták, azok tudták, hogy nagyon komoly hatásuk van. Menjünk tovább. Igen, ezen a téren is már nincs sok hátra. A propaganda tekintetében egy olyan, itt nem tudom, nagyjából egy 25 cikket vágtam össze, több ezer ilyen van, ami a kommunizmussal volt kapcsolatban, amikor már nem nagyon működött az egész, és elkezdték a gyerekek oltását is, tehát tényleg már ezzel pozsolták a kedélyeket, akkor az hogy hogyan próbálják az ember gyerekein keresztül befolyásolni az embereket. Ez szerintem ez a legaljasabb szintje a propagandának, amit el tudnak képzelni. A korona egyébként a legújabb, ez egy héttel ezelőtti Húsvai Miklós nevű gazember, azt mondta otthon, hogy egy levélült, egy 8 éves kisfiú megszólalt Húsvai Miklós az új járványról, vérlázító, komolyan mondom. És akkor itt láthatják a súlykolásnak ezeket a kulcsszavaikat. Ugye az egyik a félelem. Deszmert, félelem, milyen befolyása van a félelemnek, a gyerekekre jelenti a legnagyobb veszélyt, a koronavírus mutáció. A gyerekekre is veszélyes a koronavírus, fent a tények sorozatban láthatjuk, ez a Magyar Tudományos Akadémia oldaláról van levéve, nem is akárhonnan. Mennyire veszélyes a gyerekekre a Covid kérdőjel alatt a cikkekben benne vannak, hogy nagyon veszély. Gyerekekre is veszélyes az Egyesült Királyságban megjelenő koronavírus. Koronavírus, ezért lehet veszélyes a delta variáns a gyerekekre. Védőoltás gyerekeknek, három vírus is tarolhat egyszerre ősszel déli időszakban. Nem sorolom ezeket, csak azért mutattam be, hogy tényleg láthassák, hogy a médiának milyen aljas, befolyásoló szerepe van, mennyire egyoldalú, és teljesen ráillik
még az a civilis figyelmeztetés is, hogy a gyerek, a médiafogyasztás az adott esetben halált okozhat. Menjünk át a következő diára, most már nagyon a végén vagyunk. Azért biztam benne, hogy Orfovics úr legalább, és az így is lett, felveti a HPV oltás ügyét, és illetve itt szóba kerül más vonatkozásban is. Ez is egy emblematikus téma a gyerekoltások tekintetében, ami már-már elképesztő, hogy mi itt is néha, tehát most össze-vissza egy adott felületre nagyjából egy 30 újságcikket, amit menet közben találtam a Google-ba. Egyébként, ha a keresőben megnézik, tehát beírják, hogy a HPV oltás, vagy hogy veszélyes a HPV oltás, de igazából a HPV oltással kapcsolatban én olyan 5-600 találatig mentem be a Google-ba, és mindenhol csak azt találtam, hogy ez jó, ez a lehető legjobb. És ugyanez működik itt is, tehát biztonságos és ajánlódott a HPV oltás. Ugye, hát ki az a szülő, aki kiteszi, hogy milyen gyerekgyilkos szülő lehet az, micsoda aljas szemétláda, aki nem oltatja be a gyereket, és kiteszi a gyerekét a különböző rákos megbetegedésnek. Veszélyes az oltás elutasítása. Veszélyes oltás elutasítása. Most emberéletekbe kerülhet, ha nem hiszünk a tudománynak, HPV oltásos cég a HVG-be. Független tudomány megerősítette, hogy a HPV oltás biztonságos és hatékony, ezek is ilyen folyamatos kulcsszavak. A HPV oltás gyerekeknek méhnyakrák és torokrák ellen. Hát ugye ki az, aki akarná, hogy a gyerekek torokrákos legyen és egyéb rákos megbetegedéseket kapjon. Pontos oltást lehet kérni a gyerekeknek szeptember 11-én. Pontos, figyeljék ezeket a szavakat, egyszerűen szenzációs. A rák megelőzését találták a legjobb indoknak a HPV oltás mellett, és még sorolhatnám a többi, több ezer manipuláló, beleit manipuláló információkat. Egyébként ezen a téren is Angelika kiemelt a Substack-ében, én olvastam a HPV oltással kapcsolatos tájékoztatását, amelyben a vakcinák tartalmát is vizsgálta, tényleg döbbenetes dolgokat hallgatnak el előlünk a médiák ezen keresztül is. És menjünk a következő diára, ugyancsak a gyerekoltásokhoz kapcsolódik, ugyancsak elhangzott ez a könyv, szintén nincs most időnk, keretünk erről beszélni. Na, ha valaki fontosnak tartja, mit tartalmaznak a gyerekoltások, mi áll az egész oltás lobby mögött globális szinten, ez a könyv alapvető információkat tartalmaz. Alapvetően változtatja meg az életüket, mert a gondolkodásokat, és a cím, hogy veszélyt jelent az emberiség számára, mint a védőoltás, minden egyéb oltással kapcsolatos információk a tudomány irányáról oldaláról, hiszen Judy Márkovics a világ egyik legnagyobb kutatója, döbbenetes eredmények vannak benne. Még egyet szeretnék záró fotóként. Valahol láttam ezt a képet, engem úgy megragadott és lementettem, hogy szerintem minden család, minden édesanyja valahogy így kellene ezekhez a kérdésekhez viszonyuljon, hiszen döbbenetes dolgot tesznek a gyerekeinkkel, itt láthatták már a orvosurak előbb korábban elmondott dolgait és intézeteit. Ezekkel kapcsolatban még csak egyetlen egy gondolatot szeretnék mondani. A média, politika, manipuláció, propaganda tekintetében, aki be akar látni ennek a mélyebb összefüggéseibe, és számra egy másfél-két órát javaslom, hogy nézze meg a Hálózat The Network című filmet. 1976-os filmről van szó, és úgy gondolom, hogy nem született ennél hitelesebb alkotás az a vonatkozásban, hogy hogyan működik a tudatipar, a manipulációs egyéb, és ha egy másodpercet még várnak, ez a Mondinemek szeretnék megint egy szertét csinálni, hogy kell a megfogásunk. Köszönöm szépen a figyelmet! Hogy összehozta ki minket, és kértem, hogyha valaki van itt a
médiától, akkor álljon föl. És hát itt volt, honnan? Szint a tévé. De én a Kossuthod médiára gondoltam, hogy a Kossuthod is itt ez az úgy ember, akinek nem jegyezte meg a nevét a Mandinertől, nem volt vég a kucájában a múltkor, hogy fölálljon. Nem tudom, hogy most van-e itt olyan média képviselő, és körülbelül egy hétig tartom, hogy kisajtolta magából a rendezvényünkről szóló beszámolót, amelyikről mint kiderül számunkra is Takács Árpádról szólt a múlt alkalom. Nem tudom észrevelik-e, mert hogy ott egész arroszhoz. Tehát, hogy van-e itt most a mainstreamből, vagy megint sunyognak? Sunyognak. Jó, kíváncsi leszek, hogy mit fogok mondani, sikerült? Igen. Tehát a média azt, attól függetlenül tudom, hogy itt van valahol. Örülök, hogy itt vannak. Szeretjük Önöket. Nagyon. Gondolom, ez kölcsönös. Ők is mennek a levesben. Tehát az előadásom, ugye én nézni fogom, és akkor Erzsit. Az előző előadásomnak az volt a címe, hogy az oltás egy fél is, és az, ahogy beleástam magam így a munkába, én időközben a Pászántó Ágnesnek meg szeretném köszönni, tehát hogy együtt a ügyvéd lettem, és az Ágnesnek vagyok az alkalmat az ügyvédje. Nekünk és Istennek is. Tehát az előző előadásomnak a címe az volt, hogy az oltás egy fét is, amit nagyon fontos, hogy azért tudjanak, hogy, és majd az előadásomból is látszani fog, hogy gyakorlatilag egy olyan tabú, egy olyan szakrális dolog, amit ha megérintenek, akkor teljesen irracionális dolgokkal fognak találkozni. És ennek az előadásunknak éppen ezért az a címe, mert mítoszok veszik körül az emberek agyában, amiről az Árpád is beszél, az orvosok agyában, a hatóságok agyában, és ugye adtak lobotómiát nem csak Karikó Katalinnak, hanem egy Moniz nevezetű úrnak is, a lobotómiáért 1949-ben. Tehát, hogy egy virtuális lobotómiában részesül az összes hatóság, összes embere, és az orvosok is, az öme, amikor ezt a szót meghallja, hogy oltás, és nem működik az agya. Ezt majd látni fogják, nagyon durva egyébként, és mítoszok veszik körül ezt az egészet, és ez az előadásom a mítoszok lerombolásáról fog szólni, úgyhogy léphetsz is. Az előző, menjünk ide. Tehát most leromboljuk a mítoszokat, és most jönnek a mítoszok. Jelensd, légy szíves, ne menjünk tovább, jó, azért, mert ez ne teljen. Az első mítosz az, hogy jogállam van. Én a múltkor elmondtam, hogy volt egy hosszú jogi múltam, 13 éve nem dolgoztam a jogban, a NER alatt, és most, hogy visszajöttem, egészen elképesztő, hogy mit találtam. A jogrendszert is tudtam, de a joggyakorlatban is. Nincs jogállam, ezt így jóha tudják. A jogállam azt jelenti, hogy működik a fékes és ellenső jogrendszer. Ez azt jelenti, a fékek és ellenső jogrendszere, hogyha tehát van egy jogsérelem valahol, mondjuk a hatóságoknál, akkor a bíróság ezt megfékezi, ha a bírósághoz fordul, akkor bíróságnál jogorvoslatot kap. A parlament is működik, a kormány nem hatalmasodik el, tehát egy ilyen egyensúlyban. Ez nincs. A bíróságok és hatóságok is mindenki ismeri a jogait, ezt is jelenti, ezt majd látni fogják, hogy nem. Tehát az orvosok, a hatóságok, a rendőrség, mesék, mítoszok alapján működik. Majd látni fognak konkrét dokumentumokat erről. A működési feltételeiket és ismerésben is tartják őket. Nem. Tehát semmi ilyen nincsen. Nálunk egyik sem igaz. Én ezért már a múltkor is széloztam rá, de most ezt még jobban tudom mondani, hogy ebben a rendszerben, amit nemzeti együttműködés rendszerének hívnak, ebben csak bozott harc vagy gerilla módszerekkel lehet harcolni. Ez azt jelenti, hogy minden alkalmasnak látszó, sőt alkalmatlannak látszó jogi eszköz igénybe veszünk, annak érdekében, hogy megvédjük magunkat, a gyermekeinket, és elég jól működik. Ahogy a múltkor mondtam az előadásomban, hogy tüske leszünk, és nem véletlenül kamics, mert nem véletlenül lepszák a tüske, tehát azért jobban pálunk, tehát tüske leszünk a köröm alatt, és kamics a cipőben, azok vagyunk már.
Majd mondani fogom, hogy milyen eredményeink vannak, elég komoly eredményeket elértünk már. Nagyon fontos, hogy ne felejtsék el a célt, akik velünk dolgoznak. Nem az a célunk, hogy ügyeket nyerjünk, hogy megnyerjük a jogi eljárásainkat. Nem az a célunk, hogy tereket nyerjünk. Az a célunk, hogy az oltások önkéntesek legyenek, de ha azt nem is tudjuk elérni, az a célunk, hogy ne oltsák be a gyerekünket. És ezért veszünk mindent önkéntesek, hogy tudjunk. Tehát nem kell elszomorodni, ha egy hatóság csúnyán néz ránk, nem kell elszomorodni, mert nem az a célunk. Az a célunk, hogy legyenek az oltások önkéntesek, és ne oltsák be a gyerekeinket. Tehát ezt sose felejtsék el. Tehát nem kell elkeseredni, amik úgy tűnik, hogy jaj, hát azt mondta az orvos, hogy és tudtuk, hogy ezt fogja mondani, szektás. Mit válsz? Agymosod. Mit válsz? Lobotómia. Mit válsz? Nincs agya. Tehát most ezt komolyan mondom, majd látni fognak példákat. Tehát a második, az oltások engedély, az is egy mítosz, hogy az oltások, ugye ezt mondják, ahogy az általános szírozta, az oltásokat szigorú ellenőrzésnek vetik alá, komoly vizsgálatok. Az MMR oltásnak, ez angol van, sajnos ezek zövében angol vannak már az ilyen mélységű anyagok, az a lényeg, hogy amikor egy oltás megjelenik, erről az Ulrik Tibor doktor beszél, akkor ha új verzió van, talán esetleg valamikor az őskorban esetleg, volt valami placebo kontrollos valamikor. Például a difteriáért 1920-ban valahogy így adtak egy Nobel-díjat. Lehet, hogy akkor egyszer volt egy placebo kontrollos. De most a legújabb difteria kombinált oltásokat, azt az előző oltásokkal hasonlítják össze. Nincsen oltatlan kontrollcsoport, csak azt nézik, ez is a Buzeo doktornál is elhangzott, azt nézik, hogy mennyi ellenanyag van, ami nem az definiálja. Na mindegy, erre majd kitérünk. Tehát az a lényeg, hogy nem azt nézik, hogy akadályozza-e a terjedését a betegségnek, nem azt nézi, hogy mennyire véd az adott kórokozó által okozott fertőzésre, azt nézik, hogy az előző verziója az oltásnak mennyi ellenanyagot termeltetett, és ez mennyi ellenanyagot termeltetett. Ez az úgynevezett szigorúan ellenőrzött kutatás. Tehát a lényeg az, hogy ezt jegyezzék meg, az oltásoknak nincsen, egyszerűen nem végeznek klinikai kísérleteket. Pont. Ez nem az. Tehát nem úgy van, mint egy algotilinnél volt, vagy akármilyen, nincsenek klinikai kísérletek kontrollcsoportokkal. Nincsen toxicitás, semmi nincs. Ha felmennek, ezt ugye kell ellenőrizni, ez erről szól. A következő, az orvosok tudják, mit csinálnak. Ez egy mítosz. Ez egy mítosz. Ez egy példa, az MMR oltás, és itt mondom el majd, hogy miket értünk el, itt már lesz egy kis szelet. Először gyorsan elmondom, hogy mit csinálunk, esetleg valaki nem volt itt a múltkor. Amiben úgy, ahogy elkezdtünk dolgozni, az az, hogy korábban arra játszott mindenki, hogy időt nyerjünk, a hatósággal nekiállni küzdeni. Mi most nem ezt csinálunk, hanem azt csináljuk, hogy az oltás alóli mentességhez kérünk egy szakvéleményt az orvostól. Az most tök mindegy, hogy milyen indokkal. Az orvos ezt elutasítja. Ezt mindig. Nincs olyan, hogy gondolják. Ne gondolják, hogy meg ugye majd ezt el fogom mondani, az orvosok, hogy nem fogja megadni. Utána ráugrunk az oltási tanácsadóra, és tőle kérjük. Ő is azt fogja mondani, hogy beadható az oltás. Ezután betereljük az oltási tanácsadót és az orvos, mert nem adta meg a szakvéleményt, és kezdeményezzük a hatóságnál az oltás alóli mentességet. Mert a hatóság jogosult megadni az oltás alóli mentességet. Viszont, mivel a terem folyamatban van, ezért ő nem dönthet a mentesség kérdésében, míg ez a perem az orvos ellenben nem fejeződött. Viszont, mivel mentesítési eljárás van folyamatban a hatóság előtt, ezért nem bírságolhatnak, nem kezdhet el ijedni a gyámhatóság a nyakamba, meg semmi, mert ez kimondja a törvény, hogy amíg a mentesítés eljárás alatt nem dönt jogerősen hatóság, addig nem lehet az oltás kényszerítése érdekében semmilyen eszközt igénybe venni. Tiszta? Körülbelül mit csinálunk?
Jó? Itt különböző fokozatai vannak, ahol előre haladtunk, van vagy 60-70 ügy. Egyszerűen annyi dolgunk van, hogy nem tudtam összeszedni, összeszámolni, komolyan elnézést kérek, 60-70 ügyünk van, az ország különböző pontjai, ezért különböző tapasztalatokról fogok beszámolni önöknek. Menjünk vissza Léci az előzőre itt, ide. Az MMR oltás, az MMR ismétlő oltás az egyik, az egy kampányoltás volt szeptember-októberben, amivel küzdünk. Nagyon fontos tudni, hogy az MMR oltás 15 hónapos korában, tehát az fiatal órák nagy része, az, illetve mindenki, aki MMR oltás ismétlőbe érintett, a kisgyereket, tehát a gyereket, amikor 15 hónapos volt, megkapta az MMR. Tehát ez egy ismétlő oltás lenne a második oltás. Ki mondja ez az MMR adagolás, ha egy sárgítottat olvassa, 12 hónapos vagy annál idősebb személyes egy dózis kell kapjanak. A második dózis annak személyeknek szükséges, akik bármilyen okból kifolyólag nem reagálnak az első dózisra. Magyarul van ellenem a. Ehhez nem kell Nobel-díj, ezt így elolvasta az ember, laikusként érti. Ez egy egyadagos oltás, 15 hónaposan kapott a gyereke meg oltást, akkor mi a logikus? Mit kell egy orvosnak csinálni? Ezt úgy hívják, hogy indikáció, alkalmazási előírás kötelező az orvosra. Ez a MMR alkalmazási előírása kötelező az orvosra. Mit kéne az orvos csináljon? Az összes iskolaorvos, az összes gyerekkel elküldi el ellenanyagvizsgálatra. Mit csinál az összes iskolaorvos? Nem küldi el ellenanyagvizsgálatra, hanem lobotómia, beoltja. Na most, van körülbelül legalább 30, de lehet, hogy több MMR ellenanyagot láttam, tehát jó, akkor van egy olyan 40-50 fős, az nem statisztikai, de azért elég sok, az ország különböző részéről 11-12 éves gyerekek. A minimum az volt egy 11 évvel ezelőtt megkapott oltásnál, hogy mindegyiknél 4-5-szörös volt az ellenanyag mennyisége, ahhoz képest, hogy a védettséget jelentik. De nekem volt olyan több kliensnél, ahol úgymond kiakadt a mérleg, mert a maximum, ami van, az 30-szoros, és annál nem volt mérhető, olyan magas az ellenanyag. Na most én nem vagyok orvos, de ezt úgy csöndben mondom, és minden orvos azt fogja mondani, ez a gyerek, ez autoimmun beteg. Még nem tünetel, tehát nekem az összes kliensem 100%-ban még lehet, hogy nem tünetel, de akinek megnéztük az ellenanyag szintjét, mindegyiknek az egekben van, mind autoimmun beteg. Nem volt egyetlen egy olyan gyerek sem, és ők nem betegek, tehát nem azért jöttek, hogy betegek, abszolút, tehát ő még nem tünetel, majd fog, sajnálom. Tehát, hogyha nem történik vele egy csoda, lehet ez ellen dolgozni, úgyhogy az orvosokkal, tehát már erről volt szó. Tehát, visszatérve, ezt elküldjük az orvosnak, erre kérjük a mentesítést. 30-szoros az ellenanyag. Erre mi történik, lapozzunk. Megkérdezi az anyuka, ez egy baráti orvostól, tehát ő még nem is, tehát ő egy családtag. Azt meg tudnánk oldani, hogy elviszem a MMR oldalon a vírus, a feketén terül, akkor is a kötelezővel tudtom, akkor nem szabad, de ez az anyuka. Lapozzunk. És elmondja, valamit ott írt, elismeri az orvos, hogy T-sejtes immunitásra biztos van. Magyarul elismeri, hogy mire. Következő. Tudomásom szerint nem is menjünk vissza, nem a vízé, hanem a sárga. Tudomásom szerint nem is néznek ellenanyagot, magánállapotban sem. A Cengel intézetet lehet felhívni, hogy ők még nem értünk, ők foglalkoznak ezzel a problémával. Aki ügyfelem meg egyetembe, bekocog egy színlapba, egy medikoverbe, tehát ő elküldeni a Cengel intézetbe, el is tudok védet, de egyébként be kell adni, és szegény MMR oltás. A vérvétel nem, tehát ez így orvosilag, ami ide van írva, egy nonsens. Ennek így egymás alatt így nincs értelme. Jó, menjünk tovább. Ez egy másik.
Az oltási tanácsadó. Az oltási tanácsadók is egy mítosz. Az oltási tanácsadó, itt most pont beszéltük a Zsolttal, az szerepe az gyerekorvosok fejében is, és a hatóság fejében is, hogy ő egy szakértői intézet, egy különlegesen kiemelt szakítással rendelkező embercsoport, akik felülírhatnak minden orvosi szakvéleményt oltásukban. Az egész jogrendszerben az oltási tanácsadóról egyetlen fél mondat van, amikor felsorolja az NM rendelet, hogy kik az oltó orvosok, az egyik az oltási tanácsadó. Ennyi. Tehát semmi több, majd meg lesz róluk szó, ez az egy fél mondat, tehát az egy mítosz, hogy ők a hatóság által kirendelhető szakértők, az egy mítosz, egy tizenvalahány éve a joggyakorlatba belekerült, semmi jogalapja nincs, hogy ők jogosul fölülbírálni, és erre ők is rájöttek, mióta tevékenykedünk, majd mindjárt. Az elején, mikor elkezdtük őket kérdezni oltásügyben, akkor azt válaszolták, mindegy, más folyam is tudom. Az MMR, az a lényeg, hosszú távú MMR elleni védettség érdekében szükséges a második oltás, amely a jelen járványi helyzetben abszolút indikációt jelent. 4 hete itt konyhajárványról tudták. Pedig tényleg mindenhol a környező országokban MMR egy oltás után a védettség nem biztos, szükséges a második oltás. Egyébként a gyerekekkor a 30-szoros a hagyomó elleni ellenanyaga, de ez egy oltási tanácsadó. Várjon, annyit kérdeztünk tőle, hogy MMR oltás adható-e, mert az indikáció szerint nem adható. Javasolt továbbá szezonális influenza elleni oltásra. Meningokokusz elleni oltásra életkora és életvitele miatt javasolt. Fogalma nincs a gyerekről, nem tudja, hogy kicsoda, nem tudja, mi az, hogy életvitel, tehát fogalma nincs, és a családtagok szezonális influenza elleni oltása szükséges. Mondja az oltási tanácsadó. Annyit kérdeztünk, hogy MMR ismétlőt adható-e. Ez a válasz. Ez a szülő szintén jól tájékozott, elolvasta, elmondja nekről, de hát azt mondja, hogy egy dózis, meg két dózis. Hogy akkor, ha van elmennek. Válasz. Sajnálom, hogy nem voltam megnyugtató, tudod, ez is egy szakma, én művelek. Mondja az oltási tanácsadó. Jó? Tehát ez egy oltási tanácsadó, ez volt az első, ahogy elkezdtünk dolgozni, mert a 10 napi ilyen stílusban válaszoltak. Lapozzunk. Ja, itt folytatom az oltást, ezt majd utána elmondom. Aztán az első hét után, mikor mondtuk, hogy indikáció, és néhány feljelentést tettünk a rendőrségnél, mivel indikáción túli gyógyszer alkalmazása a bűncselekmény foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés, az oltási tanácsadók visszavettek, egy hétig nem válaszoltak. Tehát volt egy hét, amikor mindenkit elküldtek, és az egész családot be kell oltani. Aztán rájöttek, hogy egy hétig hallgattak, utána rájöttek, hogy ők tényleg csak egy mondatvalóluk a törvényben, és azt mondták, hogy nincs hatáskörük. Aztán egy hétig azt válaszolták, hogy ők nem válaszolhatnak, mert hogy nincs hatáskörük és illetékességük, még ilyen szavakat is használtak. Akkor visszaírtuk nekik, hogy de van, mert szabad orvos választás van, és mi úgy döntöttünk, hogy te leszel az oltóorvos, és az egészségügyi törvény alapján kénytelen vagy válaszolni. Akkor megint elkezdtek válaszolni, és akkor nagyon kedvesek lettek, és majd még számolok be eredményekről, és akkor azt válaszolták, hogy akkor kedvesek lettek, és nem ilyeneket írtak, hanem elkezdték el olvasni, amit írunk, és akkor nagyon kedvesen válaszoltak, ilyen mondatok a kezdődik, megértjük, hogy aggódott gyermeke oltása miatt. Meg szeretnénk nyugtatni önöket. És akkor például a hepatitis B oltás, azt még tőzsor elmondom, az is eredmény, az hepatitis B oltásnál ugye leírtuk azt, hogy sütőülesztőn tenyésztik, ami még fel van ötve egy kis rekombinált, vagy antibiotikum rezisztens E.coli-baktériummal, és ez Crohn-betegséget okoz. Mert hogy beoltják a gyerekbe, és termelődik, ugye az a te diádom volt, azaz assza, termelődik, hát nálad a gyerek tipikusan nem életben, tehát Crohn-beteg lesz a gyerek, és egyébként ez egy STD, szexuális úton terjedő betegség,
Mi ugye 13 évesek vagyunk, se hidrovénás rokasszálók nem vagyunk, se nem élünk szexuális életet, és egyébként se tervezzük, hogy homoszexuálisok leszünk, mert általában ez azok között terje. És nem kérjük az oltást, meg egyébként is, nem egy beállítás a lapunk, ilyeneket szoktunk írni. És van benne sütőélesztő. Válasz. Nincs benne sütőélesztő. De egyébként, ha lenne benne is, az nem mond, mert életesen már a gyermek nagyon sok sütőt, ez egy oltási tanácsadó, nagyon sok sütőélesztőt megevett már, és akkor így visszaírja az ember ügyvédként, hogy amikor megesszük valamit, akkor a szánkba bekerül, és akkor ott a nyál, és akkor az elbontja, és akkor utána bekerül a gyomorba, és ott a gyomorsav, és az enzimek, és ez nem tehető egyenlőséggel e közé, és a közé, hogy beinjektálják a vérembe, ad egy, ad kettő az, hogy nincs benne, az nem igaz, és akkor egyébként tanulnak az oldalát, bemásoljuk neki, amiben elírjuk, hogy 5-10% benne a sütőélesztő, ezt tanítják az egyetemen, mert ugye azonnal beszélt róla, hogy a táptalaj, mindig meg a teljes beszéltél a táptalaj, mindig megy az oltása. Tehát itt tartunk, tehát a mítoszok lerombolása. És hozzátartozik, én nem mondom, hogy az orvosok miért, egyáltalán nem. Nem gondolnám, hogy ők ezt direkt csinálják egy értelemben. Én azt mondom, hogy lobotómia, tehát hogy ilyen nem működik, tehát nem működik az agy. Tehát, hogy nem tudom más mondani. És ez például szintén, ez egy nagyon szomorú történet. Figyeljetek! Lassabb csecsemőkori fejlődés, hasonló hátrafecizelgette születésétől a fejét, emlékeznek, mit mondott az András is beszélt róla. Anya mellhasáról is feszengett, 8 hónaposan megkülönböztette szüleit idegenektől, felőzte magát, előzmények MMR-oltás, beadását követő 12. órában az egész élet nyugtalan lett, rózsahidős lett a gyerek, utána elkezdte püfölni a fejét, fejelte ki a padlót, a kisgyerek jelente valami kórosat, ezt nézzék vélemény, fejütögetés nem jelent betegséget, vagy elterülő fejlesztés, fokozott energia levezetésnek alkalmazni. Ez így. Ez ugyanaz a gyerek, diagnózis, vashiányos, anémia, emlékeznek a Peti előadására. Ez a gyerek egy oltás is sérült, nem kicsit egyébként, hanem nagyon. Menjünk tovább, Józsi. Jó? Itt is, tehát ez mind azt leírják, ez ugyanaz a gyerek, tehát ez a kis gyerek, ez 2 év alatt eljutott a teljes autizmus, nincs immunrendszere, semmi, de ő fokozott energia levezetéssel verni a fejét a padlóba. Most az anyukája azt szeretné elérni, van egy kistestvére, aki 2 hónapos, hogy legyen egy gyermeke. Tehát ő az egyik kliensünk, ez a testvérünk az előzményei. Menjünk tovább, tehát ez csak mindig a mítosz, az orvosok azt viszik, tehát hogy tudják, hogy mit csinálnak. Van egy, a Müller Ceciliának van egy csodálatos anyaga, és ezt tényleg szó szerint mondom, tehát nem bonyolódok. Nagyon jó az oltásokról, és a rendszer működéséről. És ez az anyag, ez nekünk jó, és azt mondja, amit mi. Én ezt nem találkoztam ezzel az anyaggal, csak most felesügyeiben is nem használjuk. Azt mondja, itt beszél a klinikai védőoltási szaktanácsadóra vonatkozóan, önálló szaknak nem szabályozott, nem megállapodottak a működés minimum feltételek, nincs erre a speciális szakterületre vonatkozó továbbképzés, így a szükséges jogi ismeretek elsajátítása sem, ez egy mondat körülnek mindegy, de nincs. Tehát magyarul az oltási tanácsadók, mint olyanok, gyakorlatilag nem léteznek. Aki, ha mindenkit elküldenek, a hatóság utogat rájuk, mint Atya Úristenre, nincs. Egy mítosz. Nincs. És mi történt most? Engedett B. Ugye ezt a kicsit szórakoztunk velük a sütőélesztővel, aztán abba hagytuk, mert mindig kicsit másképp csinálunk, hogy ne szokjanak meg minket. Azt írtuk most, hogy
felfedeztük, hogy nem mondanak igazat az engedélyi tájékoztatójában ez a problém, mert hogy nem amennyi van, nem is kevés. És ezzel oldják a gyerekeket, de ez semmi, mert ugye én jóász vagyok, úgy értem, hogy semmi, nem is ez a baj, hanem az a hamis gyógyszer, azt úgy hívják, hogy hamis gyógyszer, gyógyszerhamisítás büntette, hogyha nem tartalmaz egy gyógyszer, leírta, hogy mi van benne. És a higany elég fontos. Úgyhogy ezt írtuk nekik 10 napja, azóta már azonnak nagyon az oltási tanácsadók. 3 napra van egy olyan hivatalos oltásos weboldal, amin a WHO is ide mutatja, ide irányítja, aki Magyarország oltási rendszerén erről akar tudni, meg az Európai Unió is, azt 3 napra lekapcsolták azt a weboldalt, mert onnan szoktunk tájékozódni. Pénteken belül veszették az összes engedélyt az összes ország, összes gyógyszertárából, tehát pillanatilag nincs engedélyt. Eddig visszautasították az NML miatt, hogy indikáción túli gyógyszerrendelés mindet, és mindenhol annyit írtak, hogy az oltás kötelező, az oltás kötelező, az oltás kötelező. A panaszba beleírtuk, már a másodiknál kicsit beláttam, hogy hát ezt a lobotomiát éppen így nem, de hogy érdekes, hogy a hatóságon csak annyit tudnak írni, hogy az oltás kötelező, az oltás kötelező, az oltás kötelező, ez se olvassák a feljelentést. Szegeden elolvasták. Elutasították a fejlesztésünket, ez pénteken történt, vagy csütörtökön múlt héten, de elolvasták. És leírták azt, menjünk tovább, lehet, hogy nem jutottunk oda, lépjünk tovább. Ezt majd el fogom mondani. Tehát a szegedi ügy eljutott oda a rendőrség, hogy azt mondta, mert a foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetésnél az nagyon fontos, hogy az egészség veszélybe kerüljön a foglalkozási szabály megsértése miatt. És elolvasta, és nem azt mondta, hogy nem szegett az orvos, aki ellenállás nem lőtt ellenállás volt, mert ugye az a lével, hogy nem lényszett ellenállás volt, ezeket elkövette. Azt mondta, hogy valószínűleg elkövette a foglalkozás, tehát hogy foglalkozási szabályt szegett, de nem következett be a veszélyre, nem oltotta be a kliensnek. Na, és akkor hát megírtuk neki, hogy azért nem oltotta be, mert kézzelával tiltakozott, hogy ne oltsa be, és olyannyira be akarja oltani, hogy ránk szabadította a családvédelmet, és olyannyira be akarja oltani, és ez konkrét eset, hogy az apuka, mert van néhány szülő, aki tudják viccotat, csak hogy belegyen az orvosokat, tehát hogy az apuka bement az orvoshoz, már, tehát valami, hogy leoldítsa a fejét, és mikor kijött, akkor ott volt a lánya az osztályfőnökkel. Az orvosi rendelő előtt az iskola orvosnál. És ki volt ott, hogy nem oldhatja be. És kérdezte, hogy te mit keresel itt. És azt mondta az osztályfőnök, meg az iskola orvos, hogy felhívta az anyuka őket, hogy leoldhatják a gyereket. Éppen nem oldhatja be a gyereket, és nem hívta fel az anyuka, hogy leoldhatják a gyereket. Tehát ezt is leírtuk a fejet is, hogy a veszély az folyamatosan fönnáll, mert annyira be akarja oltani a gyereket, tehát nem azért szüntette meg a nyomozást, mert az orvos nem, mert az oltás kötelező, tehát ez elolvasta. Tehát már itt is van egy áttörés, hogy azt mondta, hogy nincs veszély, tehát egy másik dologba akart kapaszkodni. És itt ráadásul nem nézve, ez egy nagyon érdekes ügy. Megjövőre Cecilia. Az oltás beadását az oltóorvos részére kötelezővé teszik, és elmondja a Cecilia, az oltásban részesítés a beteg egészségi állapota miatt nem lehetséges, vagy egészségét meglévő betegségét várhatóan károsan befolyásolná, mindegy. Az a lényeg, ezt nézzék. Ha a védőoltás a beteg meglévő betegségét várhatóan károsan befolyásolná, a kötelező oltást az orvos nem adhatja be.
mondom, lobotomiumot, tehát az orvosoknak meg kell nézni, hogy beakadja-e. Azt mondja, minden cetszett, nem én, hogy nem akadja be, lapozzuk. Erzsi, lapozzuk. Vissza egy kicsit. Fontos szem előtt, Müller Cecíliát idézem, fontos szem előtt tartani a jogszabályozást nem csak a szülőre, törvényes képviselőre, hanem az oltási folyamat többi résztvevőire, az a védőnőre, az oltóorvosra és a hatóságokra is vonatkozik. A szankcionálás lehetősége őket is érinti. Lehetséges szankciók, szabályosértés eljárás, eljárási bírság, kivételesen büntető eljárás. Mondja Müller Cecília. Nem csak a szülőre, hanem az oltósra. A hatóság többi szeretőnökkel, családvédelmeseket is jelentettünk már költőle. Menjünk tovább. Oltás, elhalasztása, oltás alói mentesítés, ezt csináljuk, és mit csinálunk, ezt nem olvastam még akkor, de a műletszeszívő eljött, hogy ezt kell csinálni. A halasztás, tehát az oltóorvos is kezdeményezheti az oltás alói végleges mentesítést, ezt kérjük mi, az oltóorvosnál, ezért elejében meg nem kezdeményezi. Eljárás. Ez azért szükséges hangsúlyozni, mert az esetek többségében a szülő az, aki az eljárás lefolytatását kezdeményezi, holott ezzel kapcsolatban az oltóorvos sokkal kompetensebb. Tehát a Müller Cecília leírta azt, amit mi csinálunk. 2015-ös ez a levele. Lapozzunk tovább. Ha visszatérve, az is egy mítosz, tehát itt most az volt, hogy a hatóságok tudják, az orvosok tudják, hogy mit csinálnak, mítosz. Nem tudják, hatóságok kirendelik az oltóorvost, aki egy senki, Müller Cecília írta le, az oltóorvos sem létezik, vagy micsoda, az oltási tanácsadó sem létezik. Azt is gondolják, és egy csomó szülőnek van bűntudata, észrevettem, és félelem a hatóságtól, hogy nem mondhatja a gyerekét. Az, hogy nem mondhatja valaki a gyerekét, az nem bűncselekmény, a legfelső bíróság kimondta, hogy a kiskorú veszélyeztetésének tette eredmény bűncselekmény, a beszélni kell hozzá, az, hogy a gyerek nem immunis, megérzem, hogy a gyerekek immunisak a MMR-nél, a fertőződés ténylegesen fennálló reális lehetőséggel, mint veszélyeztető tényezés. Tehát ez itt nincs meg, tehát nem követel bűncselekményt, aki nem mondhatja a gyereket. Lapozzunk! Eres, lapozzunk! Tehát itt kimondta, akkor menjünk, hogy azt mondja a Müller Cecília, hogy nem családvédelem, hanem hatósági eljárás, orvosok, tehát semmi szerepe a családvédelemnek ebben. Ez nagyon fontos, hogy tudják, mert egy csomó helyen elkezdett a családvédelem nyomulni. És menjünk tovább. Megjegyek. És a védőnök. Tehát ezek se tudják, hogy csak nézzenek oda, amiben van kalékázva. Mit látnak oda? Idézés. Egy védőnő behívja a szülőt oltásra és idézés. Idézést a rendőrség adta ki, és a bíróság, és a hatóság. Tehát a védőnő hatóságnak képzeli magát. És ő idéz. A következő, menjünk tovább. Családvédelem. Látják, mi van odaírva? Behívó levél. Nincs odaírva, csak annyi, hogy behívó levél, jöjjön be. Ezeknek azt írtuk vissza, mert ekkor is kicsit mérges lettem, hogy tudjuk, hogy az ukrán háború miatt különleges jogrendet helyezett hatályra a magyar kormány, de azt nem gondoltuk, hogy egyedülálló anyákat is benyitva a katonának, különösen nem, hogy a családvédelem ilyet tesz. Ha esetleg nem erről van szó, akkor kérjük tájékoztassanak, hogy milyen ügyről van szó. Erre nem lehet tenni őket, hanem a helyükre tenni őket. Erre rögtön leírták, hogy a védőnő felnyomta, mert nem akarja beadatni az oltást, nyilván nem így. És akkor visszaírtuk, hogy ugye jogszabályokkal, hogy semmi közük ehhez az eljáráshoz, a gyerekmentesítési eljáráson a folyamatban, és felöltettük őket, mert hogy van erre bűncselekmény, hogyha ők olyat csinálnak, amire nem jogosultak eljárni. Jó, menjünk tovább. Ez egy feljelentés elutasítása a családvédelemtől, hogy nem tudom, látják-e, ez a zaklatás vétsége miatt feljelentettük a családvédelmet a rendőrség indokolásából. Köztudományos, úgy én, nem jó
szabályi hivatkozás. Köztudomású tény, hogy amennyiben a család segítő szolgálat jelzés érkezik, törvényi kötelezettségük annak kivizsgálása, mesék, mítoszok, protokollok, egy rohadás fogszabály nem tud leírni. Köztudomású tény. Miatt erre mit írtunk, lépjünk első. Itt is beláttam. A határozat helyesen alapítja meg, hogy sem a védőnek, sem a család segítőnek semmiféle jogszabály felhatalmazása nincs oldás elmaradása esetén a családok életébe avatkozni. Kiemeljük, az alaptörvény 6. első bekezdése szerint mindenkinek joga van ahhoz, hogy magán és család életét, otthonát, kapcsolattartását és jól mindenkit tiszteletben tartsák. A 2. bekezdés szerint az állam jogi védelemmel részesíti az otthon nyugalmát. Önök nekünk titkának. Folytattuk. Felhívjuk a figyelmet a nyomozó hatóságoknak, hogy rendkívül furcsának tartjuk ezt az eljárásunkat, mivel az alaptörvény olyannyira védendőnek kitéri a magánéletet, hogy az útcikk első bekezdés képpontjában a Magyar Szocialista Munkáspárt ülei között felsorolja az emberek magánéletének törvénytelen megfigyelésére és befolyásolására törő titkos rendőrség létrehozását és működtetését. Van a védőnő, meg a családsegítő, meg a rendőrség, akik jogszabály nélkül járnak el, meg a rendőrség, aki elutasítja az én feljelentésem. Mi a francra gondoljak? Van itt egy piskos rendőrség, engem megzárnak? Mert nem azt csinálom, amit akarnak? Úgyhogy meg is kérdeztem. Azt szeretném kérdezni, hogy a felügyek alapján, tehát a nevezett védőn és a családsegítő munkatársai a nyomozóhatóság tudtával és beleegyezésével zaklatnak minket, amikor nem tartják tiszteletben a család életünket, az otthonunkat, a magánéletünket, amennyiben nem erről van szó. Úgy kérjük, hogy szíveskedjenek a fentiek alapján a nevezetekkel szemben a büntető eljárást folytatni. Tehát, hogy egy kicsit kavarodik, de hogy tudják már, hogy tehát, hogy mítoszok, mert nem a köztudomású tény. Jó, menjünk tovább. Ja, igen, ez már volt, igen, menjünk tovább. Ez egy másik. Ez is. Ezt is egy pénzen kapva. Itt a tószám, ügyintéző, telefonszám, nyilatkozat tétele felhívás, kormányhivatal, ittani adatok, nyilatkozat tétele hívja föl, 10 napon belül nyilatkozom erről, meg arról, meg amarról, elekezős ez a pénzbírság. Miről van szó? Úgyhogy írtunk, lapoztunk, lapozzunk. Megjött. Nyilatkozatot, amiben ügyfélnek neveznek és kérdésába fenyegetnek, gyermekem egészségügyi adataival kapcsolatban érdeklődnek, és leírják az indokolásban azt, amit én is tudok, mert elmesélték, hogy mi van. Az alaptörvény elcik alapján a nemzeti hitvallást tanulják meg. Ugyanis az egész jogunknak az alapja, csak általában nem tudják az emberek, és egy csomó, tehát 13 évig nem voltam a jogba, és a NER megváltoztatta magát a jogértelmezés szabályait is. Régebben az úgynevezett bevezető a jogszabályokba, az csak egy puder szöveg volt. Tehát azt senki el sem olvasta jogászként, mert nem érni ilyen hülyeségeket olvasni. Ezért a nemzeti hitvalláshoz is, ami ki van kacekahozva mindenhova, azt gondolják, hogy egy puder. Nem. Az alaptörvény elcikke azt mondja, hogy az egész alaptörvényt a nemzeti hitvallás alapján kell értelmezni. És minden más jogszabály meg az alaptörvény alapján. Tehát az előző is, tehát a nemzeti hitvallás, ha tudja, és azon áll, akkor az elégedés talaj, és általában ők meg nem tudják. Szóval azt mondja az alaptörvényben, értékek, hogy minden emberek a szervezetre vele, hogy az emberi méltóság megítéli az embereket, és a polgár és az állam közös céljai a jól lehet, a biztonság, a rend, az igazság, a szabadság kiteljesítése. És a 8. értékkijelentés az alaptörvényben a népuralom erre, amely szerint népuralom ott van, ahol az állam szolgálja a polgárai, ügyeiket méltányosan visszaélés és részrehajlás nélkül intézi. És akkor még hoztam egy csomó állami, tehát közigazgatási rendtartási, tehát megkérdeztem tőle, hogy mondd el, légy szíves, hogy mi
milyen ügyben, miről van szó, és miért kérdezel engem. Nem egy iktatószámot írsz oda, és pénzbírsággal fenyegetsz, mert népuralom van, te vagy a, te szolgálod az én ügyeimet részrehajlás nélkül, tehát légy szíves, meséld el nekem, hogy miért órát adsz. És egyébként visszavesznek, tehát hogy a családsegítők is visszavesznek, ők még nem válaszoltak, de mindenki, akit, tehát hogy általában van még egy, az tetőnyelés jönnek. A hatóság azt gondolja, hogy ő adja az oltások elhalasztásáról a döntést. Ez nem igaz. Az oltás elhalasztása az egy orvosi döntés, és erről a döntésről értesíti a hatóságot. Annak még csak tudomásul se kell venni, annyi jól beteszi a fiókba, hogy kaptam egy levelet. Ehhez képest a hatóságok, Kovács Piroska, két éve érettségizett kettesre, tápiló szerén ül, kap egy levelet, amiben a gyereknek magas az ember ellenanyaga, az orvos nem mer dönteni, ezért beküldtem el az orvos, se tudja, hogy milyen rendezvényen van, a Piroska meg főleg nem tudja, és akkor hoz egy döntés, hogy két évre mentességet kap, vagy elhalasztották az oltást. Ez úgy tűnik, hogy nekünk jó, nem ez kuplerál. Tehát ez is egy mítosz, hogy a hatóságok tudják, hogy mit csinálnak, mert nem tudják. Ők is mítoszok alapján dolgoznak. Menjünk tovább. Ja, ez is egy mítosz, nem tudunk semmit menni a kötelező oltások erre, ez is egy mítosz. Ezt már elmondtam, mi leszünk a cipőben a kő, ha nem ötetjük bűncselekményt, mert ugye kicsit hosszabb lett volna, csak összefoglaltam, bűncselekményt követünk el, a hatóságoknak engedni kell, különben elveszik a gyereket. Nem, nem kell engedni. Észre kell, minden eszközt fel kell vennünk, ezt csináljuk. Amikor élvezzük, általában nem, csak akkor szoktam ilyen szarkasztikus izéket írni, de ezek mindig jogi alapja van, tehát hogy nagyon fontos, hogy ne féljenek és menjünk tovább. Ezt én mindig ezzel szoktam befejezni. Általában én keresztény vagyok, de aki nem is keresztény, azért van egy értékrendje az embereknek, és mindenféle bűnöket fel szoktak sorolni, és hogy általában nem gondolják az emberek, hogy emberölés, meg mit tudom, mik a nagyon nagy bűnök, de a Bibliában az, hogy Isten milyen sorrendben küldi a bűnösöket a pokolba, a legelső bűn a gyáva. A gyávának, a hitetleneknek, utálatosoknak, gyilkosoknak, paráznáknak, varázslóknak, bálványimádóknak és minden hazugnak a tűzzel és kén elégő tóval lesz a helye, ez a második halál, Jelenések 21:8. Tehát én azt mondom, hogy legyünk bátrak, ne legyünk gyávák, mítoszokkal állunk szembe. Nagyon fontos tudni tehát, hogy nincs jogi alapja még ebben a eléggé szétszilált jogrendszerben sem annak, amit csinálnak. És nem szabályosan játszunk, tehát mi csinálunk? Mi szabályosan játszunk, használunk minden eszközt, többek közt a humort, nagyon fontos, mert ezzel rámutatunk, hogy mennyire hülye, mikor mennyibó levelet küld, tehát azért megidézést, tehát, hogy ettől nem kell félni, én azt mondom, hogy ne féljenek, és még valami, ha nem teszik önkéntesi az oltásokat, miután elvezítettük a pert 2-3 év után, és nem kapott mentességet a gyerek, hát eltett 2-3 év, megváltozott a gyerek egészségi állapota, tehát megint megkérem a gyermekem mentességi rendi eljárás, és kezdjük az egészet előről, és aztán eltelik 15 év, a közben 3-4 ilyen eljárás beletér, tehát kitaláltuk az örök mozgót. Köszönöm szépen! Ő a hatóságokkal való iszapírkózásról fog egy kicsit mesélni nekünk, úgyhogy fogadják szeretettel a Mártit. Ja, mi ott csinálunk, senkit nem adottak be. Ja, és most a Hepabével nem fognak tudni egy darabig senkit, mert nincs oltóanyag. Valami rejtélyes oknál kifolyólag. Thank you.
Szép jó napot kívánok, egy kis figyelmet kérek. Egy rendkívüli esemény történt a csütörtökön. Tamasi doktor úr egy nemzetközi színvonalú előadást tartott a Covidról és a Somák oltásról, mégpedig nem egy egyetemen vagy egy médiában, hanem a Pesti Kerületi Bíróságon. Erről az anyagot szerencsére sikerült felvennünk, ma délben felkerült, 3 órától megtekinthető, most közel 400-an nézték már meg, úgyhogy ezt kint a tévén bárki megnézheti. Ez az előadás február 27-én 8 óra 30-kor fog folytatódni a WHO-val. Mindenkit szeretettel várunk. Jó estét kívánok! Dora Márta vagyok. 20 évig voltam rendőr, mielőtt ügyvéd lettem volna, és a rendőrszakközéten a nőkiképző tanárunknak volt egy szlogénje, miszerint háborúban a mikrofont a rendőr nem fél a mikrofont. Miszerint háborúban nincs vasárnap. És ugye most mi sem bizonyítja jobban, hogy itt ennyi elnök vagyunk vasárnapot, nem vasárnapján, háborúban tényleg nincs vasárnap, és most itt vagyunk. És miért is van háború? A 39 vagy 2007-es alkotmánybírósági határozatban kimondta először az alkotmánybíróság, hogy kötelező oltások rendszere, az nem alkotmánysértő. Aminek az indoklása az volt, hogy mivel 14 éves korig, tehát 14 éves kor alatt a gyerekek úgyse tudják, hogy mi a jó nekik, ezért nincs önrendelkezési joguk, ezért az önrendelkezési jogokat nem sérthetik. Azt, hogy a szülők képviseljék ugye a gyermekeknek az önrendelkezési jogát, pedig azzal lőtte ki, hogy ez az oltásos téma olyan szakterület, amelyhez a szülő sem érthet tulajdonképpen annyira, ezért az államnak kötelezettsége a gyermekeket megvédeni a szülővel szemben, azaz háborút hirdetett a szülőkkel szemben az oltások tekintetében. És akkor szeretném költeni. És fel is állította a hadseregét, ami ugye elég sok részből áll, meg sok hatóságból, és sok segítője van, ami azt jelenti, hogy eléggé, úgy látom, hogy fél a szülőktől, tehát eléggé komoly ellenfélnek tartja. Ugye a népegészségügy, a gyámhatóság, meg a rendőrséget az, akit megjelöltem, ugye főhatóságként. A rendőrségek kezdenének az a viszonylag legrövidebb, tehát a 2029-ben 2009-es, akkor még legfelső bíróság kimondta egyébként, hogy gyakorlatilag a kiskorú veszélyeztetése, akkor még a BTK 195 szakasz alapján volt egy 1-5 évig terjedendő bűncselekmény, ugye a kiskorú veszélyeztetése, és ezt megelőzően igenis, akik az oltást megtagadták a szülők, azokat igenis büntető eljárás alá vonták, sőt esetleges, mivel ez elég súlyos bűncselekmény volt, akár szabadságvesztéssel is büntették, és gyakorlatilag én azért szoktam mondani, hogy minden csata, minden szülői csata nagyon fontos, mert gyakorlatilag azok a szülők, akik elvitték egészen a legfelső bíróságig akkor, azok megnyertek nekünk egy csatát, és egy hadseregnek az egyik hatóságát ki is lőtte, mert a rendőrség az innentől kezdve nem nagyon szól bele ezekben a vitákba, hogyha feljelentést tesznek kiskorú veszélyeztetése miatt a rendőrségnek, azok nagyon szeretik erre hivatkozva megszüntetni az eljárást. Úgyhogy büntető eljárás nem fog indulni e tekintetben. Én egyébként megjegyzem, hogy maga a 2007-es alkotmánybírósági 2007-es alkotmánybírósági határozat és egyébként egy győztes csata volt, mert annak ellenére, hogy mondjuk az alkotmánybíróság nem mondta ki a kötelező oltásoknak alkotmánysértő jellegét, annak ellenére ugye elérte az a család, aki ezt beadta, hogy onnantól kezdve, amíg folyik a peres eljárás, addig nem lehet végrehajtani gyakorlatilag az oltásokat. Ezt megelőzően igenis kényszeroltották a gyerekeket jogorvoslatra tekintettel, jogorvoslatra tekintett nélkül. Úgyhogy ezért is mondom, hogy minden egyes csata, minden egyes szülői harc nagyon fontos, mert sohasem lehet tudni, hogy melyik ügy lesz a pont az íre, és hogy mikor, melyikkel érünk el még egy lépést, amivel nekünk könnyebb lesz, és könnyebb lesz azoknak, akik nem akarják a gyermeket oltatni. És ha megyünk tovább. Ugye az elsődleges hatósága ugye a népegészségügy.
Tehát az népegészségügy az első körön a védőnőt küldi maga. Tehát őnek a legnagyobb segítője a védőnői szolgálat. A védőnő az, aki számon tartja, ugye minden gyermeknek van egy védőnője, és ő az, aki számon tartja, hogy mikor jön a következő aktuális kötelező oltás, és amennyiben a szülő önként nem oltat, akkor háromszor írásban megkeresi ugye a szülőt, hogy önként oltasson. Itt szeretném megjegyezni, hogy ez a háromszoros írásbeli felszólítás, ez nem papírcetli, nem e-mail, ez postai úton kell, hogy történjen, és a postai úton történő tértéleményen kell, hogy történjen. Most ha postán érkezik egy ilyen levél, akkor ugyanolyan jogunk van nekünk az utolsó napon felvenni ezeket a leveleket, mint az első napon. Tehát ez úgy történik, hogy a postás nem háromszor, nem kétszer csenget, először mondjuk csönget hétfőn, hogy akkor vegyék át a levelet, ha nem veszük át, akkor csönget következő hétfőn, és akkor következő héten, kedden nekünk kell csöngetni a postán, hogy akkor szeretnénk fölvenni a levelet. És akkor gyakorlatilag ugye ezt háromszor kell megtörténnie, ami azt jelenti, hogy itt is egyébként hónapokig mehet a levelezgetés a védőnői szolgálattal. Most a védőnők egyébként szóban is szoktak kommunikálni a szülőkkel, és hát próbálják a szülőket rávenni arra, hogy önként oltassanak, amely során ugye leírják, hogyha nem oltatnak, akkor hatósági eljárást fognak kezdeményezni velük szemben, több milliós bírságot kaphatnak, és akár a gyámhatóság elveheti a gyerekeket. Tehát ők ilyen módszerrel próbálják a szülőket rávenni az önkéntességre. Ebben egyik segíti őket a házi orvos, meg az iskola orvos, tehát ha ne találtál velük is beszélnünk, akkor ők is meg szokták erősíteni ezt, hogy igen, tehát ilyen következményei lehetnek. Most ha német szülő arra mer hivatkozni, hogy ő ugye tart az oltástól, és egy korábban oltás utáni szövődmények voltak, akkor ugye jön a Jolly, a házi orvos, meg az iskola orvos, akkor elmondja, hogy akkor menjenek az oltásra tanácsadóba, mert ugye ő a szakértő ebben a kérdésben. És ugye Angelika is elmondta, én nekem is emlékszem. Tehát az oltási tanácsadó jogilag nem létezik. Nem szakértő, nem kezelő orvos, nem javasolt a gyermeknek az oltatósági kérdésében választ adni. Én azt gondolom egyébként, hogy az oltási tanácsadó az mind az orvos, mind a betegnek a megtévesztésére szolgál. Tehát az infektológus az egyetlen orvosi szakterület, aki valójában nem gyógyít, csak javaslatot tesz az oltásra. Ha lényegében nem gyógyít, akkor egyáltalán lehet-e orvosi szakterület? Én azt így nem, én véleményem szerint nem. És ugye az a lényeg, hogyha az oltási tanácsadó ad egy véleményt, akkor utána a kezelő orvos már nem fog, mert azt fogja gondolni, hogy egy olyan szakterületben ad véleményt, amelyhez ő nem ért. Tehát úgy szokták mondani, hogy olyan, mintha egy orvos belgyógyászként kardiológiai véleményről adna véleményt, a kardiológusként adna véleményt, csak azt nem értem, hogy egyébként azért nem zavarja őket, hogy egyébként szívműtéteket végeznek, tehát végzettség nélkül szakvéleményt nem adnak, nem ütenek, mert ugye oltani meg oltanak. Tehát az oltási tanácsadóhoz én egyébként nem nagyon szeretek bemenni, mert nem nagyon szeretem egy mínusz véleményen indítani akár az eljárást, hogy van egy véleményem, hogy gyerekem oltható, mert ugye ők mindenféle vizsgálat nélkül le fogják írni. Ugye, ha nem megyünk el az oltási tanácsadóba, és nem is oltatjuk a gyerekünket, akkor ugye jön a népegészségügy, és először felhív. Tehát ez még nem maga egy eljárás, nem egy határozat, ez egy felhívás. Tehát ő nagyon szeretné, hogy önként oltassuk a gyerekünket, tehát ezért szólítgatnak rendszeresen minket, hogy önként oltassunk. Itt megjegyezném, hogy ők már hatóság, ami azt jelenti, hogy elektronikus ügyintézésre kötelezettek. Ha elektronikus, tehát akinek van ügyfélkapuja, akkor a hatóság köteles megkísérelni, ügyfélkapun keresztül kiküldeni ezt a levelet. Hogyha átvesszük ezt a levelet, akkor annak az a jó következménye, hogy innentől kezdve mi hozzájárultunk ahhoz, hogy elektronikusan levelezgetünk a népegészségügyen, és bármikor, hogyha postán vagy bármilyen módon jognyilatkozatot teszünk, úgy teszünk, mintha nem is tettünk volna. Viszont, hogyha nem veszünk föl az elektronikus, az ügyfélkapunk keresztül érkező levelet, annak viszont nincs semmi jobb következménye. Tehát én azt mondom, elsőkörön, hogy ezt ne vegyük át,
és ezt követően nekik kutya kötelesség, ezt postai úton is megkísérelni, és akkor ugye ott is ott van, hogy megint, hogy kétszer csenget a postás, harmadszorra vegyük fel. Azt senkinek nem javaslom, hogy ne vegyék fel ezeket a leveleket, mert akkor az nagyon... tehát, hogy igazából van egy törvényi vélelem, ami alapján ez jogerőre emel, vagyis hogy igazából a kézbesítési vélelem az beáll. Ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag ugyanolyan jó következménye van, mint hogyha felvettük volna, de nem tudjuk, hogy mi van benne, úgyhogy nem is tudjuk támadni. Tehát, hogy ezeket a leveleket azért fel kell venni, de nem feltétlenül az első napon, hanem az utolsó napon ugyanolyan jogunk van hozzá. Jó, hát ha a fia felhívásnak se teszünk eleget, akkor ugye jön a Nemzeti Népegészségügyi Központnak a népegészségügynek a végzése, ami szerint elindítja az eljárást. Tehát ez még mindig nem egy határozat, hogy elvenni az oltást, hanem csak elindítja, és van neki 6 napos ügyintézési határidője. Ez lényegében megint arról szól, hogy próbálja a szülőket rávenni, hogy az oltást önként adassák be. Hát itt van a hatóságoknak köztem, hogy mit kellene nekik bizonyítani, mert ugye ők azt gondolják, hogy az össztársadalmi érdek a kötelező oltások rendszeren, és hát nekik szerintük csak annyit kell bizonyítani, hogy a gyerek nem kapta meg az oltást. Szerintem azért ennél sokkal többet kell nekik bizonyítani, mert az oltás tagása nem csak, tehát hogy az oltói egyezménynek a 2002 évi 6-os törvény, 6. cikk 1-es pontja kőkeményen leírja, hogy beleegyezési képességgel nem rendelkező személynek csak a saját közvetlen javát szolgáló beavatkozást hajtható végre. Azaz össztársadalmi érdekre hivatkozva egyetlen egy oltást sem lehet elrendelni, minden egyes esetben a hatóságnak úgy a kötelessége lenne vizsgálni, hogy ez a gyereknek is az érdekében áll le, azaz nem hal bele, nem szenved egy súlyos egészségromlást tőle, vagy nem rokkal meg tőle. Na most ezt nagyon nem akarják vizsgálni, mert ugye azt gondolják, hogy ez a szülőnek a feladata, és a kezelőorvosnak. Pedig ugye gyakorlatilag a PTK 160 szakasz alapján az emberülés azaz büntetni rendeli azt is, aki kiadta az utasítást, azt is, aki végrehajtotta, azt is, akinek meg kellett volna akadályozni, de nem tette lenne semmi. Tehát gyakorlatilag ha átmegyünk a stoptáblán, mindenkinek kötelessége szétenézni. A hatóságoknak is. Tehát és ők ezt jelen pillanatban azt gondolják, hogy ők nekik nem kell szétnézni, ugyan lehetik el az oktásokat, hogy ők nekik nem kötelességük vizsgálni, hogy akkor bárki belehalhat-e. Hát ez még egy csata lesz belőle. Ugye ők nem vizsgálják azt, hogy a gyermek belehalhat, általában össztársadalmi érdek van az oltásban, általában össztársadalmi érdekre elrendelik az oltásokat, ugye amit egyébként utána meg lehet támadni a törvényszéknél, kúriánál, alkotmánybíróságnál, és gyakorlatilag évekig elhúzódhatnak ezek a eljárások, mentesítési eljárás lehet kezdeményezni újra és újra, ami ugye ez arról szól, hogy nekik nagyon meg kell dolgozni a pénzükért, amit nem nagyon szeretnek. Ha nem tesszük meg ezeket, tehát ha nem hiszük a jogorvoslati lehetőségeinket, nem merítjük ki, nem folytatunk mentesítési eljárást, akkor viszont egészségügyi bírságot szeretnek alkalmazni. Ezt a 91-es törvény alapján, ez az EHI törvény alapján, ezt azért szeretik, mert ez objektív alapú, azaz nem kell vizsgálnunk az oltás beadására, miért nem került sor. Bírság értéke 30 000 forinttól 50 000 forintig terjedhet, vagy 5 millióig terjedhet. Álláspontja szerint újra és újra kiszabható, jogorvoslatért is fizetni kell. Tehát ez egyébként jogszabálysértő, mert gyakorlatilag egészségügyi bírságot nincs helye kiszabni, mert neki a szabálysértési törvény alapján kellene lefolytatni az eljárást, amit azért nem szeret, mert nem csak azt kell vizsgálnia, hogy az oltás megtörtént, hanem gyakorlatilag azt is, hogy az miért nem történt meg. Nem esetleg beteg volt-e a gyerek,
nem az orvos szabadságon volt, vagy bármi ilyesmi, tehát őknek a bűnösséget is vizsgálni kell. A bírság mértéke 6500-tól 200 ezer forintig terjedt, tehát lényegesen kisebb a terjedelme. Csak egyszer szabható ki, és ráadásul még a jogorvoslat is ingyenes. Tehát ez nem annyira ijeszti meg a szülőket, és ezért ezt nem szereti alkalmazni. Tehát többször egyébként kiszabtak egészségügyi bírságot szülőkkel szemben, akik miért egyébként meg is nyertük rendszeresen, és a bíróság meg is állapította, hogy nem volt helye, szabálysértést kellett volna lefolytatni. Hát most éppen a Gambia vizsgálja, mert most már besokalt a népegészség, úgyhogy hogy állandóan meg van szüntetve nekik a bírságoló határozataik, meg vannak semmisítve. És itt elmondanám egyébként, hogy ugye, ha először egy 30 ezer forintos bírságot szabnak ki, sokszor azért nem támadják meg a szülőt, mert úgy vannak vele, hogy kifizetik, és hogy azért nem érdemes akár se ügyvédet fogadni, sem nem érdemes velük foglalkozni. Viszont azt kell tudni, hogy ez nem fog utálni. Tehát utána jön a 100 ezer forint, utána jön a 200 ezer forint. Tehát ez már az első 30 ezer forintos bírságnál nagyon érdemes neki menni, és gyakorlatilag keresettel megtámadni, hogy csigájában leszoktassuk erről a hatóságokat. Jó, tehát ha nem egészségügyi bírságot szab ki, akkor ugye egyébként a határozatának a végrehajtó hatalma a NAV, aki először felhívást végez, és hogy önként teljesítsék az oltást, majd utána 200 ezer forintig terjedő bírságot szabhat, majd 500 ezer forintost, és utána pedig utolsóként ő maga hajtja végre az oltást, amit nem nagyon szeretnek ők sem. Itt megjegyezném én is, hogy gyakorlatilag a NAV-nak is az összes határozatát, akár a felhívást is meg lehet támadni. Kétszeres fellebezés, keresett kúria, alkotmánybíróság, ami azt jelenti, hogy a végtelenségig lehet elhúzni az eljárást, és utána gyakorlatilag kb. 3 év után elérjön a végrehajthatóság, ami azt jelenti, hogy újra kell kezdeni a hatóságnak, ismételtetlenül kell tenni az oltást, hogyha ez nem vezetett eredményre. Jó, ahogy mondtam, ugye a hatóságok azok fizetésért dolgoznak, és ugyanazt a fizetést kapják akkor is, hogyha ezeket a határozatokat megírják, meg akkor is, hogyha nem. És igazából nem annyira szeretnek a fizetésért dolgozni. És hát különböző, az évek során különböző taktikákat dolgoztak ki arra, hogy amellett, hogy megy a kereskedés, a szülőket hogyan vegyék arra rá, hogy mégiscsak önként oltassanak. És az egyik ilyen módszerük ugye az óvoda és az iskola. Tehát korábban volt egy módszertani levél, amelyben ugye azt mondták, hogy közösségben csak oltott, csak az oltási státusz, tehát az összes kötelező oltással rendelkező személy vehető fel, és ebből kifolyólag, tehát akiket már felvettek a közösségbe, megkísérelték kizárni, akik pedig még csak felvételre vártak, azokat pedig nem vették fel az oltatlansági státuszuk miatt. Mert most 2016-ban az alapvető jogok biztosának jelentése megszületett, ez is egy győztes csata volt egyébként, amikor kimondta, hogy tankötelezettség van, jogszabály nem köti a felvételt az oltások meglétéhez, ezért törvénysértő gyermekeket nem felvenni. Úgyhogy ennek ellenére egyébként vannak olyan iskola és óvoda igazgatók, akik nagyon lelkesen nem merik felvenni a gyerekeket, és hogy ellenszegülnek, akkor jó eszköz szokott lenni, hogy írunk a jegyzőnek, ugye a fenntartónak, hivatkozzuk ezt az alapvető jogok biztosának a jelentését, és akkor ilyenkor általában a jegyző az meg szokta tenni a szükséges lépéseket, szól az igazgatóknak, hogy engedjék be a gyereket a közösségbe. És akkor a nagy ágyú, az a gyámhatóság, akit beszoktak vetni. Itt ezt úgy kell elképzelni, hogy a hatóságok, ugye, amit felsoroltam, a hatóságok között jelentési kötelezettség van. Tehát mindenki, akinek valamilyen gyerekkel kapcsolatos szabálysértést vagy veszélyeztetésre utaló dolgot észlel, jelentési kötelezettsége van a gyámhatóság felé. Ugye ez egy jelzési rendszer. Tehát, hogy akárhonnan bemegy
jelent a gyámítóságnak a jelentés. Tehát a népegészségügy általában akkor szokott jelezni, amikor elrendeli az oltást, viszont lehet, hogy a védőnő jelez, de az iskolák is szoktak jelezni. Amikor bejön a jelentés, akkor a gyámítóság két lépést tehet. Tehát egyébként van Magyarországon olyan gyámhatóság, ahol nagyon helyesen kap egy jelentést, hogy a gyermek oltatlan, és berakja az iratába. Viszont vannak olyanok, akik nem ezt teszik, hanem megindítják az eljárást. Tehát eljárás alatt a gyermekjóléti szolgálat környezettanulmány készít, megkeresi a társszervezetet véleményre. Én itt azt szeretném tanácsolni mindenkinek a gyámügyi eljárásban, hogy maximálisan működjenek együtt, tehát győzzék meg a gyámhatóságot arról, hogy nincs velük dolga. Tehát az a baj, hogy 2017-ben beleadták a gyermekvédelmi törvényben azt, hogy maga az együttműködés hiánya és kiskorú veszélyeztetésnek minősül. Ebből kifolyólag, tehát hogyha nem működünk együtt valamilyen formában a gyámügyi ügyintézőkkel, a családsegítővel, akkor nem az oltás tagadás miatt, hanem az együttműködés hiánya miatt fognak a gyerekekkel szemben, vagy a családdal szemben intézkedni. Úgyhogy én nagyon igazából arra hívnám fel mindenkit, hogy itt ez egy 2-3 hónapon belül letudható a gyermeki intézés, de nagyon óvatosabb legyünk, és igazából működjünk együtt, és érjük el a gyermeki intézés szimpátiáját valamilyen formában. Nagyon fontos, hogy akkor lehet leginkább a gyermeket lerázni erről a történetről, ezek a perek a népegészségügyel szemben folyamatban vannak. Vagy mentesítési eljárásban, vagy akár az oltás elrendelését feleljük, mert akkor lehet arra hivatkozni, hogy gyakorlatilag egy olyan jogvitába kíván beleszólni, amelyre nincs jogosultsága, nincs hatásköre, mert ugye a bíróság az, aki jogosult a népegészségügy és a szülő közötti jogvitát elbírálni, és hogyha megpróbálnak esetleg egy magatartási szabályt meghatározni, miszerint, hogy a gyerekünket oltassuk, akkor ők elkövetik a BTK 278-at az egybekezdés szerint kényszerítés hatósági eljárásba bűncselekményét. És ugye ezt nem minden gyámhatóság tudja, ezt vagy ügyvédi felszólítással, vagy hogyha az sem elég, akkor az ügyészség az, aki a törvényességi felügyeletet gyakorolja, meg kell keresni az ügyészséget, hogy igenis hívja fel a gyámhatóságot arra, hogy újra visszavonulod. Igazából én ennyit szerettem volna elmondani, köszönöm, hogy gyakorlatilag. Szeretettel üdvözlök mindenkit ismét. A múltkori előadáson beszéltem egy családról, akik sajnos elszenvedték a súlyos oltáskárosodás következményeit két gyermek esetében is. De mielőtt a riportnak nekiállnék az ügyfelemmel, annyit szeretnék mondani Angelikának ismét, nem engem illet a köszönet. Én enyém a megtiszteltetés, hogy a Mihalit Angelikával dolgozhatok. Nos, szerintem Ági, gyere, lássanak téged, mert ülje itt az asztal mögé, és akkor tudom is neked adni a mikrofon. A kérdéseket szeretném feltenni Áginak. Annyit bevezetésül tudjanak, hogy több mint egy éve van folyamatban felünk a magyar állammal szemben. Ági két oltáskárosodott gyermeknek az édesanyja, és sajnos már egy megváltozott élethelyzettel kell szembenézniük, és ebben az életben élniük. Kérlek, Ági, beszélj arról nekünk, hogy melyik gyermeked mikor, hány éves korban szenvedte el az oltáskárosodást, és mitől? Nagyobb egy gyermekem, 19 éves jelenleg, 15 hónapos emberoltástól autisztikus lett, idegrendszeri bénulást kapott, és
szövetszaporulata lett, amivel az orvosok szerint nincs teendő. Kisebb gyermekem, 17 éves jelenleg, a 18 hónapos gyermekvérulás elleni vakcinától 4 végtag nyizomsorvadás, izombérulás, paralízis, agyhártyagyulladás, fehér állomány elhalás az agyban, a homlokemberben és falilebenyben, immundefekt és autoimmunbeteg. Milyen tüneteket észleltél? Azonnal jelentkeztek ezek a tünetek, vagy csak jóval később? Hát a nagyobb gyermekemnél rá 48 órára vettünk észre különböző tüneteket, ilyen, hogy lebegő mozdulat a tévé előtt, pörgette a tárgyakat, egy kicsit elnézést, egy kicsit busztustalan, azért dobtak ki minket a bölcsödébe, mert bölcsödébe járt, mert a fekáliát végigkente magán. A kisebbik gyermekemnél 18 hónaposan kapta meg a vakcinát, a 18 hónapos gyermekvérulás elleni vakcinát. Nála azonnal észreltük, nem szerettük volna beoltatni, mivel hogy én gyanítottam, hogy a nagyobbik gyermekem oltás károsodát, senki nem mondta, egy orvos sem mondta, és én sem voltam biztos benne. Akkor még nem mondta, és én sem voltam biztos benne. A kisebbik gyermekem azonnal befirosodott, ahogy megkapta a vakcinát, azonnal befirosodott, feldagadt, lelka légzése, és az intenzív, tehát azonnal mentőt kellett hívni, és az intenzívre kerültünk lélegeztetőgépre. Nos, a kisebbik gyermeknek az oltás beadás körülményei elég erőszakos módon alakultak. Beszélnél erről? Igen, természetesen. Mivel hogy én nem voltam benne biztos, de gyanítottam, hogy a nagyobb gyermekem oltáskárosult lett, mert teljesen egészséges volt, és bölcsödébe járt, semmi probléma nem volt a vakcina előtt, az MMR vakcina előtt, ezért nem szerettem volna beoltatni. Kijött a védőnő minden előzetes nélkül, tehát se egy telefon, egy levél, semmivel nem jelezték, hogy ők be szeretnék oltani a gyermekemet. Kijött a védőnő, két rendőr, egy védőnő, egy orvos, és azt mondták nekem a kapuba, amikor becsörgettek, hogy státuszvizsgálatot szeretnének elvégezni a gyerekem, mert ezért beengedtem őket, ott bent már szívta föl a vakcinát az orvos, és akkor kérdeztem, hogy ugyan már mit akar beadni neki, mondta, hogy hát az MMR oltást meg kéne neki, bocsánat, 18 hónap a gyermekvérülés elleni oltást meg kéne neki kapnia, akkor én közöltem vele, hogy nem engedem, erre a rendőrök lebilincselték a kezemet, akkor közöltem a rendőrrel, hogy van nekem lábam is, tehát mínusz percek alatt kirúgom a doktor úr kezéből a tűt, lebilincselt a lábamat is, és kihúztak a rendőrautóba, ott bedobtak a rendőrautóba, és nem tudom, valami CB-n értekeztek, és amikor megkapta a gyermekem a vakcinát, akkor engedtek el. Annyit még érdemes tudni, hogy a kisebbik gyermek, akit erőszakosan beoltottak 18 hónapos korában, a 15 hónapos MMR alól felmentést kapott. Az édesanyja fel sem tudott lélegezni, 3 hónap múlva jelentek meg nála a rendőri kísérettel, és erőszakosan oltották a következő oltással. Lehetősége sem volt arra, hogy mentesítést kérjen. Ez a diperta oltás volt egyébként, tehát a diperta, ahol... Jó, Ági, amikor visszaértél, amikor visszaengedtek téged a lakásba, akkor mit tapasztaltál?
Amikor visszaengedtek a lakásba, akkor azt tapasztaltam, hogy a kis gyermekem befirosodott, dagadt föl, az egész teste dagadt föl, és szóltam a házi orvosnak, hogy valami nincs rendben a gyerekkel, mert nagyon piros, és nagyon kezd feldagadni, és nincs jól. A házi orvos erre azt mondta, hogy hát fájt neki a vakcina, és nagyon gyorsan elment onnan mindenki. Tehát lelépett. Mi történt utána a gyermekkel? Utána lehet a légzése, újra kellett éleszteni, az édesapja tudta újraéleszteni, mert én akkor a mentőt hívtam, és a diszpécserrel beszéltem, és utána megjött a mentő, lélegeztetőgépre tették, és ott 3 hónapon keresztül a lélegeztetőgépen volt. Csak azt néztem, hogy nem mozog semmilyen, tehát mind aki alszik, abszolút semmi reakciója nem volt. Amikor kiengedték a kórházból, akkor tehát rosszabb állapotban volt, mint egy csecsemő. Amikor bementetek a kórházba, mondtad a kórházban, hogy az oltástól volt ez a légzés leállás, és mit mondtak a kórházban az orvosok? Igen, mondtam, hogy azonnal, tehát ahogy megkapta a vakcinát, azonnal jöttek a tünetek, és hogy biztos vagyok benne, hogy valami allergiás reakció, vagy valami az oltással kapcsolatos dolog. Erre azt mondták, hogy hát koraszülött, és hogy a tüdeje nincs kifejlődve a gyereknek. És akkor megkérdeztem az orvosoktól, hogy oké, de akkor eddig miért nem volt ilyen probléma, és miért mindjárt közvetlen az oltás után? Na igen, és volt olyan orvos, akinek ez esetleg elmondta, hogy oltáskárosodottak a gyerekek, vagy ez a kisebbik gyermek? Hát akkor még nem, rá sok évre volt egy olyan szituáció, hogy több napig, 3 vagy 4 napig az intenzíven voltunk lélegeztetőgépen, és nagyon fáradt voltam, és ez valamit kellett csinálnom, hogy ébren tudjak maradni a gyerekem mellett. Lementem a lifttel 2 orvos kísérletébe, tehát 2 orvos előttem át volt. Energiaitalt venni, konkrétan 2 energiaitalt, hogy ébren tudjak maradni, és ott elkezdték kibeszélni a gyerekeket, az intenzíven lévő gyerekeket, amit én hát felvettem hangfelvételre, megbotránkozva, hogy a szülőknek nem mondanak konkrétan semmit, de a lépve kibeszélik a gyermekeket. És amikor mondták, hogy ennek a Bence Dominikról van szó, a Bence gyereknek se adunk sokat, akkor odálltam az orvos elé, és akkor közöltem vele, hogy jó napot kívánok, akkor én a Bence gyereknek az édesanyja lennék, Györkös Ágnes, és akkor most el lehet mondani, hogy miért is, és mi a gyerekemnek a baj. Mert itt vagyunk már több napja, és senki nem mond semmit, csak ott állok a gyerekem mellett, és kiküldenek vizit alatt, meg hát mindenki lerázt, és akkor így mondta el az a 2 orvos, hogy hát a gyerekem diagnózisát, és hogy valószínűsíthető oltáskáros volt a gyerek. Utána kerestem fel Tamasi doktor urat, hát utána még volt egy, akkor még nem voltam 100%-osan biztos a dologban, mert most az, hogy mondják, de nem írják le, az még nem biztos. Utána a nagyobbik fiam közben 19 éves lett majdnem, nem teljesen 19 éves, és volt egy
egy olyan gondolkság alá, nem tudom, jól mondom, a gondolkság alá helyezési procedúra, és ott az orvos szakértő is leírta, és elmondta, hogy igenis oltáskáros volt a gyerek. A nagyobbik fiam, akkor elkérdeztem a kisebbik fiamra, azt mondta, hogy 100%-osan biztos benne, hogy ő is. Na, utána kerestünk fel, egy ismerős által hallottunk Tamasi doktor úrról, és Tamasi doktor tüzetesen megvizsgálta a fiúkat, és elmondta, tehát ő volt az egyetlen orvos, aki normálisan, korrekten elmondta a teljes diagnózist, és hogy konkrétan mi a baj a gyereknek, és hogy oltáskárosult. Miben változott meg az életetek? Hát egy rémálom lett konkrétan, tehát a gyerekeimet nem tudtam elvinni egy színházba, egy moziba, egy előadásra, sehova, egy strandra, csak a négy fal maradt, közben elváltam. Tehát ez jellemző, ezt egy férfi sem fogja kibírni. Jó? Bocsánat, hogy szégyenkezünk ez miatt, de sajnos a tragédia az ott van ilyenkor a család életében. Ági, azt mondtad, hogy még egy játszótérre sem tudtad levinni a fiúkat, és a mai napig sem tudod ugye megtenni, mivel mindkét fiú beteg. Értem. Ági, figyelj, te, mi a te szakmád? Hát én fodrász vagy, mesterfodrász lennék, ha tudnék dolgozni, csak az a probléma, hogy nem tudok dolgozni, mert otthon, nap 24 órájában otthon vagyok a fiúkkal, és egyszerűen kimozdulni nem lehet konkrétan, úgyhogy így gyógy maradt. Most a Dominik állapota olyan súlyos, hogy gépekre van szükségetek. Milyen gépekre van szükségetek, és egyáltalán hogy tudod ezeket a gépeket megvenni? Hát egyre több gépre van szükség sajnos, egyre jobban romlik az állapot a Dominiknak. Életjel monitor kell, ami most elromlott, volt, de elromlott. Oxigénpalac, oxigénkoncentrátor, lélegeztetőgép kéne, amit az állam nem biztosít, mert olyan vizsgálatokat kér, hogy egyszerűen képtelenség a gyerek állapotából fakadóan, tehát nem altatható a gyerek, és tüdőtükrözést szeretnének, meg különböző vizsgálatokat. Tehát nagyon-nagyon sok gép kéne, ami még nincs, vagy nincs, vagy elromlott. Eddig, amit megvettünk, az gyűjtögettem a gyerekeim segítségével, a nagyobb gyerekem segítségével, és hát alapítványokhoz ugyan fordultam, de nem igazán jók a tapasztalataim az alapítványokkal kapcsolatban. Tehát összefoglalóan a NEAK csak akkor hajlandó bármilyen lépet is adni Ági családja számára. Tehát olyan vizsgálatokhoz köti tulajdonképpen a gépadást, amiben a gyermek belehalhatna. Jó, Ági, és milyen tapasztalataid vannak az alapítványokról? Jót és rosszat is? Hát személyben inkább rosszak, mert leszerződtünk pár alapítványra, például a Remény Sugár alapítvány a beteg gyermekekért. Gyűjtött, úgy gyűjtött, hogy úgy állapodtunk meg, hogy én keresem fel a cégeket, gyűjtünk, és
az ő számájukra megy ez az összeg, és a végén meg elszámolnak vele úgy, hogy 25% az alapítvány, a többi a gyerekemé, vagyis hát a gyerekemre fordíthatom különböző gépekre, de teljesen megjúsult, mert egyszerűen eltűntek az alapítványok. Anyák az anyákért alapítvány részben, kis összeget biztosított, és egyetlen egy alapítványt tudok megnevezni, aki mögöttünk állt egyszer, a Léphődéphessünk alapítvány, ha ő segített az illetjelmonitor megvásárlásában. Ha jól tudom, akkor az Anyák az Anyákért alapítvány nem hajlandó elszámolni azokkal a pénzekkel, amik befolynak hozzá, és potom összegekkel próbál úgymond támogatni téged. Legutóbb az életjel monitor kapcsán mit is mondtak neked? Miért nem kaphatod meg? Legutóbb azt mondták az életjel monitor folyamán, hogy azért nem kaphatom meg az életjel monitort, mert hogy ha hiába rólott el, attól még létezik, van életjel monitoruk. Az, hogy nem működik, az nem probléma, de az a lényeg, hogy van. Az NLS támogatott téged még, ugye a Magyar Labdarúgók Szövetsége mivel támogatott? Az NLS nagyon sokat segített, vinilpadlót tudtunk megvenni az ő segítségükkel, ami által négy a sterőszobát, mert sterőszobaként Dominiknak ki tudtuk alakítani, és Bremer készüléket. És festéket. Jöttek voltak. Ők a trilap volt. Miért kell a festék? Hát sajnos önkormányzati lakásban élünk, ami elég sűrű penészesedik, és szavóval kell lefújni, és elég sűrűn festeni. Jó, akkor már csak egyetlen egy utolsó kérdésem maradt. Mit érzel, Ági? Hát nem tudom konkrétan, hogy simán föl tudnám robbantani a GSK-t, tehát a gyógyszergyártót és a magyar államot, elnézést de... És konkrétan vagyok ülni az összesen egytől egyre. Köszönjük szépen, és már csak egy záró mondatot szeretnék mondani. Szerintem Ági sokkal szívesebben harcolna a kolléganőimmel, akik fantasztikusak, mert hiszen kidolgozták, hogy hogyan ne avassák a szülők be a gyerekeknek a méreginjekciókat, humorosan nevetve, mintsem, hogy átélje ezt az életet, amit most élni kényszerül. Úgy vagyok vele, hogy ha egy embert meg tudok menteni ettől a kintól, amiben mi vagyunk, akkor már élt valamit az egész életem. Tehát én most arra fogom feltenni az egész életemet, hogy a gyógyszergyártót ellehetetlenítsem elnézést, és a magyar államot is. Már amennyire tudom, ha kell, akkor segbe rúgom őket. Elnézést a kifejezésre.